meg, amiről a testület teljes létszámban 12 főben jelen van. Köszöntöm a vendégeinket. Hát köszönöm a rendőröknek, gratulálok is, azonban a többi nevébe is, tegnap volt ugye a rendőrnap. Csak egy zárójeles, hogy annak idején még Isten nyugodtan a műsorvezető kollégát, Antal Imrével vezettünk ki a rendőrnek ünnepséget, a Ligettától, most is szokott el. Szóval gratulálunk a rendőreinknek, és kívánjuk, hogy jó egészségben, és nagy eredményeket érjen az ember, mindannyiunknak jó. És akkor köszönöm is minden bajnak egy kapitányokat, Valász Zoltán, Idészi Józsefet és Gödörös Ferenc barátunkat, már tiszteltel szintén Fábián István, üdvözöllek, és a Szigű Zéletének pedig Bortorszony, Kászman, Júdítok, csak ez egy csokoló, és mindenki más természetesen. Kérem szépen a napirendek tárgyalásánál a kiküldött meghívót, aki az egyetért, az 5-ös, a 9-es, 13-as, 22-es napirendi pontok a levételével. Ugyanakkor három sürgősségi indítvány. 5-ös, 9-es, 13-as és 22-es. Ezeket leveszem napirendről, ugyanakkor három sürgősségi indítványt terjesztek elő. Az egyik keresztény indulás adatlanok emlékpapja Ferences városában, a másik sürgősségi önkormányzati mezőgazdasági területek jövőbeni hasznosítását szolgáló pályázat eredmények megalapítása, és a hármas közelgő gyereknapra való tekintet és az iskolának a sorsát érintő kérdések miatt Kerepesi Gyermekekért Alapítvány kérelme gyermeknap alkalmára ez a három sürgősségi. És tovább megyek a napirendi pontok végén pedig egy zárt ülés méghozzá bizottsági tagoknak a lemondása, illetve a méltatlansági ügyének tárgyalása, ez pedig zárt ülés. Ezek alapján remélem, hogy követhető volt, nem volt egyszerű, hogy minden változott. Kérem, hogy aki egyetértésre a tartásra szívesen jelezni. 12, igen, köszönöm szépen. Bocsánat, én nem szabadok. Bocsánat, kérem, hogy aki egyetért, aki nem pontokkal kész fel a tartásra jelezni. 11, igen. 6, nem. És egy nem. Ugyanakkor Liptai úr és gombkötő úr a harmadik napjárdi pont után napján belőtti felszólás kér. Köszönöm szépen, akkor nehezen elindulhatunk. Első napjárdi pontunk, engedelmű kell leül. A rendőrségi beszámoló. Én bizottságot ugye ezt tárgyalták. Esetleg a közbiztonság és követően a bizottságunk, amelyek profi, tessék parancsolni. A bizottságot vezettem le a elnök úr betegsége okán. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a beszámolót. Van egy kérdés, tessék parancsolni. Azért jöttek el a járás. Tessék. Akkor én elnézést, de a bizottság ülést végighallgatva ott került szóba, hogy ugye a statisztikák, számadatok kimutatják azt, hogy a lakásbetörések száma volt az, ami lényegesen emelkedett az előző időnakhoz képest, és a bizottság ugye abban foglalt állást, hogy esetlegesen egy rendőrségi felhívást az újságban közzé lehetne tenni, hogy a lakástulajdonosok mire figyeljenek jobban, milyen jellegűek voltak ezek a betörések. Nem tudom ezeket a szakkifejezéseket, de biztos, hogy lehet erről valamilyen szakmai tájékoztatást adni, amiből a lakosok esetlegesen jobban vigyáznak a saját lakásukra, ingatlanjaikra. Én csak ennyit szerettem volna, köszönöm. Egy gyors reakció, hogy én közben föl is vettem a kapcsolatot az újság szerkesztőjével, és kértem, hogy akkor valamilyen formában ezt közvetítsék a lakosság felé. Köszönöm. Másfél kapitány uram, az, hogy ugye emelkedik a szám, ez egyébként azt elmondhatom, és megnyugtásul, hogy Kerepes közönségének különösebben nagy problémája a rendőröknek végzett munkájával a településünkön nincsen, és ez jó dolog. Ebben azt gondolom része annak is, hogy a fiatal rendőreink, meg a eléggé agilisnek mondható polgárőreink, a köztetfegyőrünk volt már kevésbé mondható, hogy a szakmailag nem végeztek olyan munkát, de ez a két csapat elég jól dolgozik együtt is. Nincsenek olyan problémáink, hogy ki mikor ér rá, vagy hogyan autó, de mi is, hogyha van autónk. Tehát összedolgozunk, ugye a telefont a megbízottaink számára a város biztosítja, tehát mi is igyekszünk tenni.
De azt viszont hallgatnám, hogy a betörések száma az most mit jelent, mihez képest. Én még 2015-ről is beszélünk. Azért ugye egy kicsit tessék parancsolni. Köszönöm szépen először is, nagy tisztelettel köszönöm a meghívót. És igen, valóban Kenepes városában némi bűncselekményi számemelkedést regisztráltunk átlagosan, és azért nyilván van 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amit a rendőrség kiemelten kezel. Ennek az egyik eleme ugye a lakásbetörések száma, ahol szinte megduplázódott. Itt annyit tudni kell ezekről a statisztikai számadatokról, hogy itt egy utánkövető statisztikáról beszélünk. Tehát ebben a ugye közhiteles adatokból dolgozunk. Itt mindig a befejezett nyomozások szerepelnek már ezekben a statisztikákban. És nyilván mi is elemeztük ezt a statisztikát, és megnéztük, hogy mi is van ez mögött. És annyit tapasztaltunk, hogy számos 2015-ben megtörtént bűncselekmény nyomozása húzódott át 2016-ra. Tehát itt azért nem valóságos az események megtörténésének időpontját vizsgálva. Nem állapítható az meg, hogy megduplázódott 16-ban 15-höz képest. Ettől függetlenül egy tény, hogy mindenféleképpen emelkedést mutathatunk ki. Ebben talán annak is köszönhető egyrészt a nyomozások áthúzódás, hogy számos eredményt sikerült ebben elérni, tehát viszonylag nagy mértékű, nagy számban derítettek föl kollégáim. 15-ben, majd 16-ban vádemelési javaslattal fejeztek be, ami ugye akkor került be egyrészt a statisztikába. A másik része, hogy azért tapasztaltuk, hogy bizonyos elkövetői körök elsősorban lakatlan ingatlanok sérelmére követnek el ilyen jellegű cselekményeket zömmel kísértékre. Ezt a jelenséget, ezt nekünk kezelni kell. Én azt gondolom, hogy egyrészt a megelőzésben van nagyon sok lehetőség, hogyha lakott ingatlan sérelmére történik ilyen, és mi partnerek vagyunk abban, hogy egyrészt megjelenítsünk helyi sajtóban, helyi írott sajtóban ilyen közleményt. A kollégáim, visszamegyek, és a kollégáim el is fognak készíteni majd egy ilyen anyagot, és azt kérem, hogy az újságíró akkor vegye fel a kapcsolatot a mi sajtósunkkal is természetesen. Megpróbáljuk azért nem túl bőlérengedve, de állampolgárok számára fogyasztható módon ismertetni azt, hogy mik a mi javaslataink, mik a mi tapasztalataink. Ebben egyébként nekünk kidolgozott anyagaink vannak. A másik része pedig, hogy én arra sarkalom egyébként többek között a nagyon jól a település életébe beilleszkedő fiatal kollégákat is, hogy minél több elkövetőt derítsünk föl, hiszen részben az én hitvallásom az, hogy a legjobb megelőzés a felderítés, de hát akkor már egy megtörtént bűncselekményt kell. Tehát ez is egy féligasság, de mindenféleképpen ezzel nekünk foglalkoznunk kell. A térfigyelő kamerák egyébként, hogyha az előző évek bűncselekményi számait nézzük, azért látható, hogy 2014-ben még azért hírből sem voltak kamerák, 15-ben van egy csökkenés, nyilván azért van a 15-ös csökkenés, mert áthúzódott a nyomozások egy száma 16-ban 16-ra. De azt gondolom, hogy kamerarendszer, polgárőrség mindenféleképpen, hogyha eredményesen működünk együtt, sőt a közterületfelügyelettel, akkor úgy gondolom, hogy ez a hosszú távú befektetés egyrészt a városnak is meg fog térülni, meg nekünk is meg fog térülni. Ettől függetlenül statisztikai adatokkal vitatkozva nem lehetnek összhitelesek az adatok. Nekünk ezzel dolgozni kell, és 2017-re többek között Kerepesre az egyik célunk, hogy csökkentsük az ismerté vált bűncselekményeket. Nem oly módon, hogy nem veszük föl nyilván a feljelentéseket, hanem oly módon, hogy akár a járőrszolgált kissé átalakításával és egyéb szolgálati formák bevezetésével a településen is előbb-utóbb meg lesz ennek az eredménye, nekem meggyőződésem. Nekem az utóbbi időkben, ez az utóbbi idő, ez kb. 4 hete, több megkeresés érkezett, illetve tapasztalom azt, hogy a településünkön megjelentek szemétlerakatok, illegális szemétlerakatok. Ez talán rendőrségi szemszögből nem tűnik olyan súlyosnak, de települési szemmel nézve ez egy nagyon fontos dolog, és az én megítélésem szerint az látszik, hogy ezek mostanában jelentős mértékben találhatók településnek a Széphegyi, illetve a Kerepes külterületi részén. Ezekkel kapcsolatban a rendőrség valamilyen módon együtt tud-e működni a közterületfelügyelőkkel, vagy van-e erre valamilyen program, amivel föl lehet deríteni ezeket a illegális tevékenységeket, ugyanis megítélésem szerint, ha egy bizonyos csoport Kerepes területén megtalálta ezeket a helyeket, szemétlerakó helyeket, ahova gond nélkül letehetik a szemetet, akkor itt
fölhalmozódhat nagy mértékű szemét, amely jelentős összegeket lehet erre csoportosítani, hogy elszállítsuk, illetve megsemmisítsük ezeket a hulladékokat. Többféle megoldás kínálkozik. Az egyik az, hogy egy tény, Magyarországon közterületen büntetlenül szemetet elhelyezni elvileg nem lehet. Tehát ennek vagy, ez vagy szabálysértés, vagy bűncselekményt valósít meg, attól függ, hogy milyen maga a szemét. A közterület felügyelettel együttműködve térfigyelő kamerákkal megerősítve, hogyha ezek nyomon követhetőek, akkor mindenféleképpen föl tudunk ebben lépni, de mindenféleképpen együtt kell működnünk helyben a közterület felügyelőkkel, polgárőrökkel, hiszen nekik lehet szabad kapacitásuk arra, hogy ezeket a területeket rendszeresen a rendőrjárőrön kívül járőrözzék, és nyilván, hogyha jelzést kapunk ilyenről, akkor azonnal reagálunk rá. Egyébként feljelentést kell tenni, és nyilván akkor meg kell nézni a szemetet is, hogy milyen jellegű az a szemét, akkor fogjuk tudni mi is eldönteni, hogy milyen eljárást indítunk. Arra külön rendőrségi program nincs, hogy tudjuk ezt. Ez egyébként egy országos jelenség, a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos problematika. Nyilván akkor, amikor földerítjük az elkövetőket, akkor velük szemben tudunk eljárást indítani. Ezt tudom önnek erre mondani. Csak elrész válaszolva, százados úrral, a Kistarcsi rendőrös segítségével történik már erre lépés, volt már és lesz is a közterület felügyelőknek és a helyi járőrnek vagy a KMB-s kollégának közös munkája, hogy ez zajlik. Tehát, hogy ez közül az elmúlt hónapban indítottuk el, már több járőr tevékenység, vagy több közös járőr tevékenység volt a polgárőrökkel, illetve a KMB-s kistarcsai rendőrurakkal. Még egy hozzátennék, hogy ezek munkaidőn túl, tehát később, tehát plusz költségekkel is járó. Tehát igyekszünk, amit tudunk, mi is megérkezik. Nyilván is azért fokozottabban ellenőrizzük ezeket a területeket, tehát és a munkaidőn kívül is rendszeresen járőrözünk, tehát nekünk az a munkaidő általában, ami másnak nem munkaidő. Igen, mi részünk van mondani, plusz összegben, illetve munkaidőben, mi is ehhez hozzájárunk, ezek közösen. Másnak? Akkor én megköszönöm, hogy ellátogattak hozzánk, kellemes napsütésben, virágos, keretesen. Elhagyott összegek is elbeszélgettünk. És kérem szépen, hogy aki a beszámoló elfogadásával jöttünk, az kiszkáltalatással szíveskedik jelezik. 12, igen. Én megköszönöm a részében is. Köszönjük, és további jó munkát. Köszönjük. 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 És akkor Fábián István úr, szervusz, parancsolj. Egy kis ízelítőt mondjunk át is megérdeznénk. A bizottságunk szintén tárgyalta és a... bizottság tárgyalta és hangban elfogadásra javasolta. Ennek tükrében akkor István. Néhány gondolatot szeretnénk én is. Pont a személytel nem akartam még tovább húzni ezt a dolgot. Nekünk is van vele bajunk, nem csak önöknek. Én úgy tudom, hogy egy időben el lett szállítva a személy, de aztán megunta az önkormányzat, hogy azon bizonyos területen ott több tonna szemetet elszállítson, most ennek mi a megoldása? Fogják, begyújtják. És elég gyakran jöttünk most ide a tavasszal, meg a szárazfűs, meg a fenyvesnek a környéke is, de hallottam, meg most is megerősítették, hogy ennek a szemétlerakásnak egyszer is mindenkor a véget fognak tenni, és vége is lesz. Én megköszönném a tavalyi segítségüket, és megköszönném azt is, hogy néhány olyan terület volt, amit alig tudtunk megközelíteni, a benőtt fák meg egyéb kapcsolatban, és tényleg az első kérésre, első levélre az önkormányzat megtette azt a segítséget. Értünk önökért, hogy azt az utat rendbe tették. Szeretném ezt továbbra is kérni, hogyha mi találkozunk ilyen dolgokkal, akkor ne zokon vegyék, hanem ez kötelességünk mindenkinek. Azon kívül felkérném az önkormányzatot, hogy próbálják az állampolgárokkal megértetni két olyan dolgot, ami nem egyszerű, ez az égetéses dolog, ami nem azt jelenti, hogy most valakinek összegyűl valami, akkor azt fogom, azt akkor is, amikor akarom, égetek.
hanem akkor abban az időszakban, amikor az önkormányzatnak a rendelete megengedi, és csak azon a napon, csak abban az időben, mert komoly büntetésekkel fog járni. A másik, akinek van földje, és ott akar égetni, annak is megvan a maga szabályai, ez a külterület égetés, ami azt jelenti, hogy 10 hektár maximum nagyságrendben égethet, ahhoz is különböző engedélyek kellenek. Nem elég csak a tűzoltóság karaszolajdal engedélye, több más engedély is kell ahhoz, hogy égethessenek. A másik dolog pedig jön, a tavasz május 1-e kezdődik az ünnepek, a város különböző rendezvényei, hogy kérem, hogy tartsák be azokat az előírásokat, amik erre vonatkoznak. Mi szívesen segítünk bármilyen kérdésük, problémájuk van ebben kapcsolatban, hogy ne legyen egy ne hasonló sem, mint a Vest-Balkán volt, hanem időbe adják be azokat a papírokat, azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek. Én még polgármesternek köszönném meg a decemberi gyors segítséget, ami egy kis kitelepített kisebb családnak a lakáskörülményét megoldotta abban a jó időben. Úgyhogy, igen, hát sajnos élnek a véletlenek, és nem válogat mondjuk nálunk a tűz, hanem elér mindenkit. Úgyhogy én még egyszer köszönöm a segítséget, és kérem, hogy fogadják el a beszámolót. Más nincs, akkor kérdezem, hogy aki egyetért a tűzoltóság beszámolóval tiszteletartásra jelentek. 12, igen, és nagyon szépen köszönjük erre az uramnak, hogy itt voltál velünk. És hát találkozunk így, füstelyekül. Így van, megrendezünk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Szervusz, minden jót. És akkor a hajlóknak a temet üzemelvető a Szigűz ZRT-kel, egy csókolom, Kászor Ügyitasszó. Itt ugyebár a bizottság az a pénzügyi és ügyelmi volt. Tessék, parancsolom, hogy a bizottság pedig most tárgyalta, és több jelzést kaptunk, mind képviselők, mind lakosság részéről, hogy a sírnyilvántartás nincs rendben, nem igazán sikeredett egyáltalán megcsinálni, és ahogy néztük az elszámolást, ugyanakkor 1.200.000 forintot már az egyik évben elszámoltak ennek a nyilvántartó programra, és mi azt mondtuk, hogy a szerződésünk az kifejezetten kitér arra, hogy a sírnyilvántartást a számítógépes rendszeren rögzíteni kell, és hogy szeretnénk kérni, hogy ez meglegyen, és tulajdonképpen a 99. évi 43-as törvény ide vonatkozó paragrafusai alapján szeretnénk ezt kérni, hogy elkészüljön, és a bizottság addig egyhangulag nem fogadja el a beszámolót, amíg ez nem történik meg. Tehát ezt szavazta a bizottság. Akkor tetszik hallani, hogy igen, azon 2013-ban sírre indult a számítógépes 95.000 forintból beszélték. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Ezzel kapcsolatosan én annyi tájékoztatást szeretnék Önöknek adni, hogy amikor a Szigű temetkezés cégcsoport átvette a kerepesi temető üzemeltetését, akkor az előző üzemeltetőtől semmilyen nyilvántartást, dokumentumot nem kaptunk. Ettől függetlenül elkezdtük a sírhelyek felmérését, hiszen azért nagyon sok temetés történt az elmúlt évek alatt, és ott a hozzátartozóktól a kollégáink mindig kérték a számlamásolatokat, különböző bizonylatokat, hogy ezeket rögzíteni tudják. 2000, ha jól emlékszem, ez meg a program, a számítógépes nyilvántartó programot megelőzően, szintén egy kézi felmérés történt, pont ezért a temetési helyekről 2011-ben a Szűcs Gábor úrral végeztettük el a temetői térképet, és az összes temetőben található temetési helyről, sírkörről felmérést készítettünk. De ugye ez még mindig ahhoz kevés, de ez már egy nagy mennyiségű anyag. Ezt követően 2013-ban, amikor a sírhely nyilvántartó programot megvásároltuk, ezekkel az adatokkal elkezdtük feltölteni, de ez még mindig ahhoz kevés, hogy a teljes temetőről mi nyilvántartást tudjunk adni. Ami van, az tökéletes, tökéletesen működik a program, de ehhez még további szükség lett az, hogy esetleg szeretném kérni, hogy a helyi újságban akár egy éven keresztül, nem tudom, havon,
mondta, egy felhívást a lakosság felé, hogy szeretnénk megkérni a temetési helyek felmérése véget, hogy legyenek kedvesek felkeresni az irodánkat, az egyeztetések véget. Mert addig van egy nagyon jó program, van is nagyon sok adat benne, de az még mindig vannak hiányosságot, amit mi nem tudunk csak a lakosságtól bekérni. Ehhez szeretném kérni az önök segítségét. Ennek akkor már nem volt viselek, ezután sem lesz, hiszen nekünk... De ezt meg is tettük, én emlékszem, amikor mi eltettük a temetőt, akkor is a helyi újságban egy párszor felhívást mi jelentettünk meg, de ez még mindig nem elég, tehát újabb kell, és ezzel folyamatosan foglalkozunk, és ráadásul ami nagyon fontos, hogy 2016. 7. hónaptól van egy új kolléganőnk, aki úgy érzem, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet a sírhely nyilvántartással kapcsolatos adatok bekérésére, hisz folyamatosan a halottak napján is, amihez nem volt adat, vagy nem volt egyértelmű, hogy ott lejárt a sírhely, ő jelzéseket tett a sírkövekre, illetve igyekszik mindenkit megkeresni a temető látogatókat, és segítséget kérni, hogy ehhez legyenek a segítségünkre. Mert a program az jól működik, ami fel van töltve adat, az tökéletes, de még a temetési helyekről szükségünk van a hozzátartozók megkeresésére. Köszönöm szépen, nem lehetséges, ugye a pénzügyi bizottság, illetve Andrea mondta itt a bizottsági ülésen, hogy ugye az önkormányzat felé történnek térítések. Nincsenek meg esetleg olyan régi adatok, olyan régi számlák, amik esetleg ebben a rendszerben nincsenek benne, és ez segítene esetleg igen, önöknek? Igen, segítene. Tehát 2000, nem tudom mikor jön, hogy őrizzük azokat, vagy valahol megvannak iratárban. Ez csak úgy lehet, hogy akkor együtt és folyamatosan, mi kifüggesztettük a temetőbe is a felhívásokat, hogyha itt folyamatosan legalább egy éven keresztül a helyi újságban, bár akik elköltöztek, azokat esetleg országos napilapba lehet, de hát igyekszünk eleget tenni. Tehát mondom, amit megkaptunk, az mind fel van dolgozva, nem csak a nyilvántartó programban, hanem kézi vezetéssel is megvan, de hát igen, van még nagyon sok olyan, amiről nem tudunk, csak azt, ami rá van írva a síremlékre, és az is be van töltve a programba. De ezt csak együtt tudjuk megoldani, és a lakosság segítségével. Egy rövid kérdésem lenne, ez a teljes sírhely mennyiségnek hány százaléka lehet, amit most korrektul tud kezelni a sziget? Ezt megmondom. Fele, harmada? Hát erre a terület vezetője tudna válaszolni, aki sajnos most nem tudott eljönni, csak a jövő héten lesz elérhető. Fogjuk tájékoztatni erről önöket, mert én ezt nem tudom, nem vagyok itt, nem én vagyok a helyi vezető, de erről fogjuk tájékoztatni polgármester urat mindenképp, és fogjuk akkor önöket erről tájékoztatni. Arról is szeretnénk kapni információt, hogy évente hány és milyen temetés van, tehát mennyi az urnás temetés, hány urnahely van még, mikor lesz szükség egy urnafal építésére, hány, mert vannak olyan urnás temetések, hogy a sírhelybe rakják. Igen, erről van jelentartásunk. Ezt, ha jól emlékszem, másfél évvel ezelőtt is tettünk már egy ilyen tájékoztatást önök felé, amikor azt mértük fel, hogy körülbelül mennyi hely van még temetési szabad hely a temető területén. Ezt meg fogjuk tenni. A jövő hét folyamán ezt meg fogom küldeni önöknek, mert a héten, mint ahogy említettem, ehhez szükségem van a terület vezetőjével. Ezt jövő hét péntekig meg fogom írásban küldeni, el fogják hozni önöknek. Köszönöm. Jó, én is köszönöm. Jó, rendben. Ezek megvannak ezek az adatok. Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a térkép, ami jelen pillanatban ugye ki is van függesztve, az iroda oldalán. Van-e arra esély, hogy az egy ne szabad kézzel rajzolt, hanem valamilyen szabvány szerint készült térkép legyen, és milyen időközönként aktualizálják ezt a térképet? Erre lennék kíváncsi. Most éppen azon dolgozunk, egy teljesen új programmal, amely alkalmas arra, mert ez a sírhely nyilvántartó program, ez a sírhelyek vezetésére tökéletes, minden adatot tud, de önmaga egy térképet nem tud készíteni. Most mi elkezdtük, mert nem csak itt, hanem nagyon sok temetőt üzemeltetünk, és találkozunk ezzel a problémával, hogy az újabb és újabb sírhelyeket, hogy be kell jelölni. Ez az új programunk, ez most már erre alkalmas lesz. Szerintem ezt legkésőbb ősszel a kerepesi temetőre is el tudjuk készíteni, és ki tudjuk nyomtatni az új térképet.
És akkor hát ezt évente kell aktualizálni. Köszönöm. Én majd azt szeretném kérdezni, hogy nagyon sokan megkerestek a lakosság részéről, és látom itt az elszámolásban is, hogy több fakivágás történt az előző évben, hogy esetleg nem lehetne ezeket pótolni? Tehát, hogy azért vannak olyan kisebb fák, aminek mondjuk egy gömbkoronája van, tehát hogy nem olyan nagy helyet foglal a tetejére, mert hogy de a lakosság ezt kéri, hogy, hogy azt látják, hogy más temetőben milyen szép a felsítás, és hogy nálunk csak kivágása történt. Igen, itt most az elsődlegesen ez a sok fakivágás azért történt, ugye, mert a temetőnek a hosszú részén a kerítést kívánjuk idén megépíteni, és ehhez ez szükséges volt. Természetesen ezt is megbeszéljük, és átbeszélés kérdése, hogy mit, hova és milyen fát szeretnének, és akkor azt is teljesítjük. Az elsősorban az életveszélyessé vált fákat kívánjuk. Ez a temető ugye 1700-as évek végén létesült itt, előtte föl volt a hegyen, a templom volt, és az leégett, és ott megszűnt a temetkezés. És bizony vannak olyan fák, amely 150-200 évesek, és ezeket így. Az, hogy ültessünk érte és kiskoronásat, mert az meginnőni fog, és felnyomja a sírt, és akkor meg azért a hozzátartozó, hogy vágjuk meg a fát. Csináljuk az a fával, mert felnyomja a sírt, meg lehet, tehát nem könnyű. De itt az azt is, hogy fogalmazzam meg, hogy az önök munkája a lakosság részéről kösebben nagy visszhangot, rossz értelemben nem váltott ki eddig, és most elég régen tényterületi nálunk. Úgyhogy azért azt is hozzátehetjük, hogy nagy problémák nem voltak, és ez nagyon, mert egy érzékeny területi volt. Urnafalat négyet építettünk ideig, mert előtt az sem volt, és úgy tudom, most már betellőben van. Ezt írtuk is, hogy ha igen, akkor azt igen, is építünk újat. És a hosszanti kerítés most ebben az évben végig meg kell csinálni. Le a ramatolozóra, a hullámpolák, a kicsi lejönniek, tehát nagyon kulturáltan azt a másik oldalt is meg kell csinálni. Hát ez a kerítést, ezt már meg is terendelt a non-profit Kft-től ennek az építését. Szóval még egy kérdés, a beszámolóban szerepel egy olyan rész, amiben arra hívják fel a figyelmünket, hogy a lejárt sírokon található síremlékek elszállítása, ugye az az önkormányzat feladata. Arra tudnak-e nekünk bármilyen nagyságrendileg számot mondani, hogy hány ilyen síremléket kellene mondjuk a közeljövőben elszállítani? Hogy az összeg annak függvénye, hogy milyen összegben kell gondolkodnunk. Ezt is a jövő héten szintén akkor írásban meg fogjuk adni a többi adattal együtt. Hogy mi az, ami a közeljövőben várható, ami biztos, hogy már lejárt, mert erre nagyon ugye, oda kell figyelni, hogy azokat tudjuk, mert van több olyan sírhely, most a kollégám is mondta, ahol van, de volt is hozzátartozás, mondta, hogy ő már lejárt a 25 év, és nem kívánja újra váltani, és erről nyilatkozott is. Azokat biztos, hogy el lehet. Mert amiről nem tudunk pontos adatot, azt szoktuk mondani, hogy ott csak 20, ha 25 éve üzemeltettünk, csak utána mondjuk azt, hogy lejárt. Addig nem lehet hozzányúlni sajnos, mert attól, hogy nem rendezik, nem gondozzák a sírt, az még nem jelenti azt, hogy gazdátlan. És ha 25 évig megváltotta, az nem szabad addig hozzányúlni. Ehhez kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy aztán az önkormányzat részéről, tehát ez nyilván, hogyha a tulajdonosnak kell kifizetni a szigint fele azt a 30 ezer forint per emlékművet, vagy sírkövet, akkor utána mi a tulajdonos, már itt ugye a hozzátartozó felesztelmezők utána, vagy ez egy olyan összeg, amit az önkormányzatnak le kell nyelnie? Ugye a síremlék most megvan, kiderül, hogy nincs hozzátartozó, vagy nem fizetik több mint 25 éve, ekkor a sírhely eladhatóvá válik. Eladni viszont csak úgy lehet, hogyha lebontjuk róla a meglévő síremléket, mert mindenki üres sírhelyet óhajt venni. Tehát innen kezdve, mint tulajdonos, le kell bontanom, vagy bontatnom, el kell vithetnem hulladék elhelyezés. Ez a 30 ezer forint, ami szűken egy ilyen síremléknél el is megy. És akkor tudna adni 30 ezer, nem tudom most mennyi egy, most nem tudom megmondani, pontosan mennyi egy személyes sírhely Kerepesvárosába. Ön se tudja, mert nem említett közben. Tehát nagyjából ott tartunk, hogy az eladási ár és a rendbetételi ár kiadják egymást, és hát ugye mi érdekünk, hogy a sírhely felszabaduljon, hogy tudjunk el. De abban az esetben, ahol a hozzátartozó nyilatkozik, hogy nem kívánja meghosszabbítani, ott
tehát akkor megvan a maga tulajdonosa a sírnak, tehát a hozzátartozó, tehát ilyen esetben nincs átszámlázva neki? Ez az összeg, vagy ez mi a gyakorlat a többi városban, akár az új köztemetőnél? Azt nem tudom, hogy az új köztemetőnél, hogy mi a gyakorlat, de azt tudom, hogy ilyenkor a tulajdonosok, a temető tulajdonosa intézkedik és elviteti. Nagyon, nagyon ritka az, amikor, ha újra értékesítünk egy sírhelyet, és a leendő azt mondta, hogy ha ő lecsiszoltatja, és ő azt kéri, ez nagyon-nagyon ritka. De van ilyen is. És azt újból felcsiszolják, átgravírozzák, és ő neki az jó, mert nem kell több százezer forintot érte fizetni, hanem mondjuk pár tízezerből szinte egy felújított sírkövet kap. Ilyet is szoktam. A sírkövő rágább kategória, és nem műkőből van. Azért nézzük meg, hogy a temetkezési hagyományok, illetve az emberek anyagi helyzet olyan, hogy műkőből készülnek, és 30-40 ezer forintba kerül, hogy megcsinálja az emléket, tehát azt inkább vigyék. Tehát annyiba kerül, tehát az értékesebbeket esetleg el lehet tartani és átcsiszolják. A többit mindenki azt, hogy kérjen, megveszem a sírhelyet, de vigyék el róla a régi műkövet. És elviszik, akkor sírhely se lesz, meg... Az egész konkrétan a kérdésedre, ez idáig nem ilyen kaptam. Költség nem merült föl az önkormányzatnál. De mostantól ez alapján viszont fog? Meghatározásra kerül magyarokban elnézést, hogy hány ilyen sírhely érintett, akkor lehet költséget becsülni. És ha az jelentős költséget jelentene, illetve az önkormányzat állapítja meg a sírhely megváltási fetemet üzemeltéskor, és összes díjtételt nevezik így, és nem csak a megváltást nevezik ezáltal, természetesen az önkormányzat az összes költségébevételt kalkulálva, akkor ezen jelentkező többletkiadások költségét is vagy áthárítja részben egészben, vagy költségvetésen belül finanszírozza, de vagy természetesen létezik olyan szabály is, amelyel létezhet, melyen nem nincs, amelyel az előző megváltott sírhely korábbi megváltójával kapcsolatban vesz fel a kapcsolatot. De erre sem volt még gyakorlat, tehát erre nem tudok azt mondani, hogy csináltuk. Más nem tudom, nekem sincs kitekintésem. Elég mérástunk akkor temetőben. Vannak ugye, és itt elhangzott néhány olyan dolog, hogy nekem az a javaslatom, testület felé, hogy a májusi ülésre ezek az ügyek, ha kell, akkor önnek ezt leírva elküldjük, de gondolom ezt meg tudta jegyezni, hogy bekérjük a tájékoztatást. Igen. És akkor úgy jönne vissza a következő ülésünkre, de értesítjük ugyanígy, és ezekre kérdezik. Jövő héten írásba elküldjük, és akkor meg szépen, persze, akkor a képviselők, hölgyek, urak, megkapják, jó. Melyik azok a sírhelyek, ami biztos, hogy miben lehet számolni. Jó, és ugye felhívás. Van a Szilas TV, van a saját újságunk, tehát ennyit tudunk. Honlapunk van, tehát ezeket szeretnénk. Jó, ezt köszönöm szépen, ezeket akkor le fogunk nyílni. Most mit tapasz? Levesz a napi rendről, hogy nem szabad a testület, és következő visszahozza valami. Van egy előterjesztet? Van egy előterjesztésünk, igen. Van egy bizottsági javaslat, most a képviselő testület számára, te mit teszel a szavazásra, polgármester, az a kérdés. Hogy nekem az a kérdés, hogy a beszámoló elfogadása a május végi testületülésen kerüljön mindig újra a testület elé. Kiegészítem. Hát természetesen kiegészítem. Azt a képviselőtestet most ne hozzon döntő beszámoló ügyében, hanem kiegészítésen kerül előteresztésre ismét. Ezek a kiegészítésre. Aki az egyébként ott az készpártalatásra, az a 12 ilyen. Köszönjük szépen, csak a várom az eurókat. Jövő héten akkor ezeket elfogunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Ja, most van akkor a napi egyik mondani előtt, te se lehet felhívni. Legyen. Tisztelt kerepesi lakosok, önkormányzati dolgozók, képviselő testület és polgármester úr. A múlt testületi ülésen feltettem egy kérdést, ami arról szólt, hogy a lejárt idejű határozatok között nem szerepel több határozat is, egyet meg is neveztem, az pedig a 266/2016 8.-30. határozat. Ami arról szólt, hogy képviselőtestület azt a határozatot hozta, hogy a helyi busz üzemeltető társaság szerződését módosítsa,
melyben mindenkori képviselőtestület egyedüli hatáskörébe helyezi a buszmenetrenddel kapcsolatos változtatási jogot, és a határidő pedig 2016. szeptember 15-e. Erre a múlt havi ülésen nem kaptam választ, vagyis a válasz aljegyző úrtól hangzott el, hogy 15 napon belül fog nekem válaszolni. 15 napon simán megkaptam a választ, amiben tulajdonképpen engem erősít meg, hogy nem történt meg az, amit a képviselőtestület határozatban megszavazott egyhangulag. Vagyis elkészült az a tervezet, ami bekerült volna a szerződés módosításába, de nem lett módosítva a szerződés. Szeretném közölni a képviselőtestülettel, hogy nagyon nehezményezem, hogy senki ezügyben egy szót nem hallatott, se akkor, és eddig sem. Köszönöm szépen. Ritka jó. Bocsánat, akkor egy... Ja, még van. Igen, még azért azt meg kell jegyeznem, hogy Kerepesen továbbá is folytatódik a mutyi, és ez asszisztálnak a képviselők többsége. Köszönöm szépen. Azt nem tudom magam, viszont biztosítom a képviselőknek bizonyosan meg fogják tenni, bocsásson meg. Nincs joga válaszolni, a szabályok szerint nincs joga válaszolni. Elmondtam, kérem, hogy... Napi rendelő tipő. Ön ne vádoljon a kollégát. Nem vádoljon. Itt a jó tessék. Ön is napi rendelő tipő. Köszönöm szépen. Én a képviselőtestületi ülések előterjesztéseivel kapcsolatos problémát vetném föl, illetve erről szólnék néhány gondolatot, ugyanis most már rendszeresek azok a problémák, hogy a képviselőtestület számára kiküldött anyagok később érkeznek meg, mint ahogy azok valóban kiállításra kerülnének. A belső ellenőri nyilatkozat, belső ellenőrrel kapcsolatos észrevételek voltak ezelőtt néhány hónappal, az ilyen bizonyítható késleltetés, amelyben már egy héttel ezelőtt tudatában volt, belső levelezés mutatta a problémáját, a belső levelezés mutatta, hogy az önkormányzati rendszerben megjelent a belső ellenőri beszámoló, amit a képviselők aznak kaptak meg a képviselőtestületi ülés napján kaptak meg. Ugyanez a probléma elmondható akár a mai ülésen fölvetett 20-as napi rendi pontnál is, bizottsági szinten. Bizottsági szinten tárgyalunk egy településközpont területével kapcsolatos ügyet, és ennek a határozati javaslatai 5 órával az ülés előtt kerülnek kiküldésre. Na most ilyen esetben, mikor ez egy nagyon fontos döntés, és szakmailag megalapozottan kellene meghoznunk ezeket a döntéseket, akkor nincs ideje a képviselőknek ezt rendesen átnézni, és holott a kiküldött anyagban már látszik, hogy ez már 5 nappal ezelőtt rendelkezésre áll. Tehát az aláírt papíron ott van a dátum, hogy mikor készült, és mégis csak utolsó pillanatban kapjuk meg. Tehát ezt mindenféleképpen nehezményezem, hogy nem férünk hozzá adatokhoz, és így csak politikai döntések születhetnek szakmai döntések helyett. Köszönöm. Én is köszönöm. Menjünk tovább. A negyed nap rendi pont beszálló forrásvezetési ház elmúlt évi munkájáról tárgyalta Oktatás és Kutatás Bizottság. És egyhangulag elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Már senki, akkor hogy mondjuk azt szerint a nyom nevében, hogy a művelődési háznak igaz, hogy erőn felül és tényleg a város lehetőségehez képest komoly költséget is biztosítunk, de ezt az a intézmény nagyon komolyan és felelősen használja is, és jó és színvonalas munkát végez, azt gondolom, hogy ezt meg lehet erősíteni. Úgy minőségében, mint a rendezvények számában. És én ezt köszönöm és gratulálok. Van-e valakinek? Tessék, parancsolj. Egyetlen egy kérdés, probléma, felvetés az, ami a Oktatás és Kulturális Bizottsági Ülésen a napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott, ellen teljesen a napirendi ponthoz tartozott. Ez arról szól, hogy a művelődési ház tetőtér vagy emeleti része ugye még nem befejezett.
eljutottunk odáig, hogy a művelődési ház programok és a művelődési ház élete igényelni ezt a tetőteret. Én azt gondolom, hogy ezt látja a képviselőtestület, hiszen a 17-es költségvetésébe erre összeget különítette el. Ha jól tudom, akkor a művelődési ház közössége ezzel kapcsolatos javaslatokat is adott már be az önkormányzat felé, hogy ez hogyan és miként valósuljon meg. Azt gondolom én, hogy az lenne a legcélszerűbb, hogy a művelődési házunk ugye nyáron lesz egy hónap, amikor állni fog. Ha ezek a munkálatok erre a egy hónapra koncentrálódhatnának, ahhoz meg nem lassan, hanem el kéne kezdeni ennek az előkészítő munkáit, hiszen máskülönben nem várható az, hogy július hónap környékén a kivitelezések megindulhatnak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Visszatérem akkor a beszámolóhoz, aki egyetértőleg a kézfeltartással jelentve. 12, igen, köszönöm szépen. Helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása következik, és a 6-os Településfejlesztési Bizottság. Megkorábban tárgyaltuk. Technikai ok miatt azt jeleztem a bizottság ülésen, és hogy testület határozatban döntött, de rendelettel nem döntött az adott ülésen. Pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalt, és egyhangulag elfogadásra javasolt. Jó. Más nincs, akkor kérdezik egyetért a hallgatói javaslatnak a szövegének kéztartásra szíveskedjük jelezni. Vagyis igen. 11 igen, aki nem, aki tartózkodik, egy tartózkodás. Nem csak a határozat, most volt a rendeletet is elkérdezik. Igen, sajnálat. Így a határozati javaslat. Akkor most kérem ezek után, hogy rendelet fel egyetért, azt kézfeltartással szíveskedjük jelezni. 11 igen, aki tartózkodik, egy tartózkodás. 3000 négyzetméterre, most már 3000 négyzetméteres egyházi katolikus egyházban lévő ingatlan. Ennek az előterjesztője én vagyok, ezt pénzügyi és ügyelmi bizottság tárgyalta. Igen, a bizottság tárgyalta, és három fő volt jelen, kettő igen és egy tartózkodás maradt elfogadásra javasolja. Igen. Tessék. Nagyon örültem ennek az előterjesztésnek, hiszen a költségvetés tárgyalásánál ilyen jellegű, vagy hát konkrétan ezt a gondolatmenetet próbáltam én módosító indítványként a költségvetésbe beépíteni már akkor. Ennek ellenére most végig is azt mondom, hogy el kellene végre döntsük hosszú távon, hogy mit szeretnénk. Tehát ha két hónappal ezelőtt a testület arról döntött, hogy ezt a területet nem óhajtja megvásárolni, akkor most nagyon furán hangzik, hogy két hónap elteltével pedig meg akarjuk vásárolni, aminek még egyszer mondom, nagyon örülök. Benne van egy olyan pont is, hogy a Széruskertben értékesítsünk telkeket. Pontosan két hónap ezelőtt volt ugyanez a telek bent a testület előtt, hiszen egy vevő jelentkezőnk volt, akkor arról döntött a képviselőtestület, hogy nem kívánja eladni ezt a telket, most pedig bekerül elénk, hogy mégis elkívánjuk adni ezt a telket. Igazából én csak nagyon bízom benne, és nagyon remélem, hogy ez most egy hosszú távú gondolatmenet, és ez így marad, és egy-két hónapon belül nem változtatjuk meg ismételten. De mindenféleképpen azt gondolom, hogy ilyen horderejű kérdésekben, ahol ekkora terület és a település életében nagyon fontos döntéseket hozunk, azokat nem biztos, hogy szabad egyik hónapról, másik hónapra fontosan változtatni és megmásítani. Még egyszer, ennek most én határozottan örülök, hogy ez ide került. De mindenféleképpen az lenne a hosszabb távra javaslatom, hogy dönts el a testület, hogy milyen irányvonal mellett szeretne haladni, és akkor amellett tartson ki. Mert ha fontosan változtatgatjuk az irányvonalat, akkor nem biztos, hogy eljutunk a célig. Még van, mert igen. Háromszor ez. Igen, most igen, és akkor a másik, hogy a terület kialakítása, ugye benne van, hogy a Széruskertben lévő telkek kialakítása
történjen meg. Ott föl van sorolva 4 helyrajzi szám, tehát 4 területnek a helyrajzi száma. Azok közül az egyik helyrajzi számmal én személy szerint nem értek egyet, én egy másik telket javasolnék ott eladásra, de tudom, hogy ez most még egy elvi állásfoglalás, és nem a konkrét. De mivel benne van a helyrajzi szám az előterjesztésben, ezért tettem ezt a jelzésemet. Köszönöm szépen! Én kicsit előrébb, illetve időrendi sorrendben nézném a történéseket ezzel a egyházi tulajdonnal kapcsolatban. Tavaly évben döntött a képviselőtestület, hogy megkívánja ezt vásárolni. Aztán utána döntött, hogy nem kívánja megvásárolni. Most megint dönt, itt van előttünk a döntés, hogy mégis megkívánjuk vásárolni ezt a területet. Közben tudjuk azt, hogy mekkora az az ár, amennyit kínálnak, és van erről egy értékbecslésünk, ami nem változott. Tehát sem a kínált ár, én úgy tudtommal nem változott, illetve az értékbecslésünkből sincsen más rendelkezésre állás. Tehát mi az az, az az adat, mi az az információ, ami alapján úgy gondoljuk most, hogy megváltoztatjuk a döntésünket. És ha megváltoztatjuk a döntésünket, akkor deklaráljuk, hogy az értékbecslésen felül is megkívánjuk vásárolni a területet? Hiszen pont ez volt az elállásunknak az indoka, hogy a értékbecslés fölött van ez a eladásra kívánt ingatlannak az értéke. Tehát én úgy gondolom, hogy meg kéne fogalmaznunk azt, hogy ezt a területet megkívánjuk szerezni, és hogyha az értékbecslésen felül is van az ár, akkor is hajlandóak vagyunk többet is adni azért az ingatlanért, hogy ez az önkor, a városnak a tulajdonába kerüljön. Itt azért problémát látok a telkek eladásánál, tehát a telkek eladásánál olyan állapotot kell teremteni, hogy a telkek eladásából befolyó pénzösszeg biztosan ennek a teleknek a megvásárlására kerüljön. Ne járjunk úgy, hogy eladtuk a telket, és utána bizonyos indokok miatt végül elállunk a vételi szándéktól. Tehát ezt akkor fogalmazzuk meg testületi szinten, hogy megkívánjuk vásárolni a telket, és ne úgy, mint tavalyi évben, azóta most már másodjára változtatjuk meg az álláspontukat, mert így felelőtlennek és teljesen összevisszának tűnik itt a önkormányzati munka. Köszönöm szépen, sok minden, én is úgy gondolom, hogy összevisszának tűnik, nem fogom most ezt megmondani, fölfedni. Kérem szépen, annak örülök, hogy tetszik kerülni. Ez egy kitűnő dolog, és akkor tulajdonképpen a többit, ami elkezdett mondani, is érdekes, hiszen hát az ember ugye nem egyszer került már döntési helyzetbe, és soha nem mondta, hogy soha van egy ilyen mondás is. És hát akkor így van, tetszik, akkor mindig benne is van ebben. Én azt gondolom, hogy Kerepesnek ez a történelmi magja és ez a része egyszerűen felelősség. És a másodlagos kérdés, hogy természetesen nem szeretnénk áron felülvásárolni, de elsősorban érzem engem a lelkemet is, természetemet és a hitemet is erősíti az, hogy próbáljuk meg ezt a területet megszerezni. Annál is inkább, mert azt gondolom az akkori város, akkori faluvezetés áronalul kvázi megvezető adta az egyháznak ilyen drágán ezt a területet, és az egyház most az által a drágán megvett, akkor viszont az önkormányzatnak olyan drágán, mint hogy neki annak idején adták Bókura még ezt a földet. Ezek tények, ez az igazság. Most az a városnak, és főleg egy képviselő testületnek, jelenleg a miénknek, kell, hogy legyen ilyen lelki felelőssége, kell, hogy legyen kis lelkiismerete, hogy ha már 2004-ben ezt így megcsinálta az akkori önkormányzat, akkor nekünk meg most vagyunk önkormányzat, és most van egy ilyen helyzet, próbáljuk meg részbe a települési javára is ezt helyrehozni, és a települési ez. De az, hogy megegyezünk, a nagyon messze van még. A másik, amit képviselő mond, ugye, a értékbecslés az 2500 négyzetméterre alkotott, mert az egyház az két részbe vette meg annak idején a falutól. Most már 3000 négyzetméterről van szó, megint más minden, és az értékbecslések is megint másabbak lesznek. Én csak azt kérem a testület, hogy aki ezzel egyetért, azért szavazzon meg, hogy ennek a területnek a visszaszerzése, a város tulajdonában maradásának a lehetőségét szavazunk most meg. Aztán kezdődik majd egy nagyon kemény tárgyalásos módszer, megyünk, csináljuk, alkuszunk. Én erre gondoltam, és ezt kérem, és én ezt továbbra is fenntartom, mint polgármester, mint magánember,
és mint előterjesztő is. És ezt nem annyira rossz lépésnek érzem, hanem megfontolt lépésnek, azt gondolom, hogy ezt meg kell tenni. Nekem ez a vélemény. Ezért terjesztem önök elé. Tessék. Meg szeretném nyílni polgármester úrnak, ha már az igazságról tetszett beszélni, hogy abban az időben, amikor ez a két telekrész eladásra került, senki nem kötelezte az egyházat, hogy vegyék meg, nem mi akartuk eladni, ők akarták megvenni. Az sem volt kikötve, hogy csak ennyire adjuk el, ők ennyiben állapodtak meg az akkori önkormányzattal, ez itt az igazság. Köszönöm. Én is köszönöm, én annyit mondok csak erre önnek, hogy nem fogom megnevezni, hogy milyen társulás és milyen vevő tűnt föl akkor Kerepesen, aki ezt meg akarta venni. Azt gondolom, azok az emberek, akik foglalkoznak igazán az ország helyzetével, vagy a településre, ahol élnek, azok tudják, hogy milyen szervezetre gondolok, és a Katolikus Egyház, és annak is a püspök, akit akkor már szintén dr. Bermitosnak hívtak, ő ebbe az ügybe nagyon helyesen lépett, és nem kis anyagi áldozat hozva, azt mondja, az előbb a szervezet elől megvette ezt a területet. Én ezt nem mondhatom megnevezni. Ez is hozzátartozik az igazsághoz. Köszönöm szépen, és akkor szépen azt kérem, hogy aki egyedért tartat, hogy ott igaz, hogy igaz két feltartásra szíveskedik el ezzel. 11 igen, aki nem, aki tartózkodik, egy tartózkodás. Nyári Gábor megszervezésére kerül készülete. Oktatás bizottság. Oktatás és kulturális bizottság tárgyalta. És elfogadta azt az állapotot, ami ennek az előkészítésében jelenleg van. Röviden én két szóban azt mondom, hogy Veráig előkészítették azt a lehetőséget, hogy kínálni lehet már a tábort az ifjúságnak. A tavalyiakból tanultam, módosítottak a szülőimbe fizetésen. Ez azt is fogja jelenteni, hogy azok a szolgáltatások, amik a tavalyiban nehezen jelentek meg és anyagi problémát okoztak, az ebben az évben valószínűleg normálisan finanszírozható lehet a befolyt összegről. Többit én Verára bíznám, ha erről igen akar még mondani. Verára, ha vagy, tessék valamit a lehetőséget. Szépen, én azt gondolom, hogy képviselőről összefoglalta, tehát lényeg az, hogy a szülői befizetés 10.000 forint plusz áfára módosult, és azt gondolom, hogy ezt a szülők megteszik. Tavaly is jeleztük már nekik, hogy tavaly 33 fő volt honosonként. Tehát idén is erre számítunk, hogy nagy sikerült a tábornak már az első két évben, szerintem most is erre várunk. Május 1-től lehet majd jelentkezni, minden kis iskolás megkapja a szórólapot, és május 31-e a jelentkezési határidő vége. Ugyanúgy interneten, honlapon, mindenhol megjelentetjük. Köszönöm szépen. Most nem csak kérem, hogy aki egyetért a hatalmi javaslat szövegével kész feltartása, a színes egyik jelezni. 12. Igen. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására dokumentáció jóvá hagyása. Ezt két bizottság is támogatott. Köszönöm. Pénzügy nem tárgyalta. Tehát fejlesztés és irányokon műzöttség viszont tárgyalta és elfogadása is volt. Köszönöm szépen. Ez a kettő szerepel még. Hozzá mellé valamit sem. Akkor kérem szépen képviselőtársaim, hogy egyetért hatatíros a szövegém, az két feltartással szíveskedjék el. 12. Igen. Forrásadat a létrehozása, tárgyalta a pénzügyi és ügyeleti bizottság. Tessék, nem csinálni. Igen, a pénzügyi és ügyeleti bizottság elég hosszas vitát mutatta el, hogy 10 millió forint elkülönítésére lenne szó. Nyilván ugye két hónappal ezelőtt szavaztuk meg a költségvetésünket, és minden egyes fillért besoroltunk egy adott csoportba, konkrétan megneveztük, hogy milyen feladatot szeretnénk végrehajtani belőle. Ezért a bizottság arra az álláspontra jutott, hogy amikor felmerül egy olyan probléma, amit meg kell csinálni, akkor eldöntjük, hogy melyik sorról tudunk átcsoportosítani, addig viszont ne nyúlunk bele a költségvetésbe, tehát egyhangulag azt mondtuk, hogy nem csinálunk általános tartalékot erre a 10 millió forintra.
De hogyha van egy probléma, akkor annak függvényében, hogy látjuk, hogy a pályázataink hogy valósulnak meg, vagy melyik feladatunk hogy áll, abból folyamatosan elcsoportosítjuk, de csak abban a pillanatban, amikor valamit meg kell csinálni. Most ugye 10 millió, a jegyzőnek súgom, hogy ugye a 10 millió, illetve ugye a szemétszájtás, amit már szóba került, hát hisz, hogy ilyen kiadásokra ki nem számítottunk. Jelen pillanatban ugyanaz van, hogy a költségvetésben szokatlan módon, az idejeztetőben mindenfélét bányzottunk. Innen kezdve egy közlekedés táv, vagy megállítás, hogy bármi van, vagy egy hídra azt mondja a BKV, nem mondja, hogy azt mondja, hogy a közünk nem az övé, csináltassuk meg, mert leesnek az emberek róla, akkor meg kell csinálni, és inkább néhány százezer forint, egy millió forintos kell. Tehát tartalék nélkül nem, ezért kell képeznünk. Minimum május végéig, mert május végén már más lesz a helyzet. Jelen pillanatban vagyunk néhány millió forinttal úgy bajba, hogyha hirtelen kell, és visz majd a bármire, akkor nincs honnan ezt, mert a költségvetésben nincs rá. Tehát nem problémáról van, nem arról van szó, hanem címkéről van szó, ami jelen pillanatban ilyen címke nincs. Tehát miért bárki ezt másképp értékelni. Azt azért hogy tegyem hozzá, hogy lesz egy olyan napjöremi pontunk, ahol ez a TAM pálya táblák kihelyezésével 1.900.000 forintba kerül, és ott viszont azt mondtuk, hogy hozzányúlnak a költségvetéshez, és kivesszük a futókört, és ott keletkezne egy 4 millió 4-es bevétel, és azon felül maradna egy 2 millió körülbelül általános tartalékunk. Tehát azért a fillér nélkül nem maradna a tartalék. Igen, ott tényleg a vagyok. De ezt a 10 milliót nem különítettük el, ha felmerül egy probléma, lesz, hogy valami, például a Szabadság úton a hírnek, vagy a gyalogos hírnek a felújítása, akkor megszavazzuk és megmondjuk, hogy a forrást honnan veszük el. Tessék? Ez nem. Ez a, vagy bocsánat, előterjesztéshez, most utaltál egy másik előterjesztéshez vonatkozik, majd ott is elmondunk, hogy szükséges. A futókre vonatkozó javaslatotok azért nem feltétlenül állja meg a helyét, mert beadott pályázatunk van, a testület döntött annó arról, hogy a polgármester úr kötelezettséget vállalhat azzal a testület nevében, a város nevében, hogy a pályázatra biztosítja az a erőt. Pályázat elbírása még tart, amennyiben ezt visszavonja a képviselőtestület a futókörre vonatkozóan, hogy az egész pályázatra vonatkozóan is visszavonja az indulását, mert abban a pillanatban, hogy egy feltételt nem teljesít, még hogyha nyer a pályázat a többi részen is, akkor buké az egészet. Tehát ez ennek figyelembe tartásával, részbetartásával javaslom. Majd ott válaszolunk. Annál a témánál, ne menjünk bele. Ja, hozzál kapcsolatban. Lesz erre napirend. Akkor ez a napirend, ez az előszükség. Én azért tartom fontosnak, hogy képezünk ilyen alapot, pont az előbbi hozzászólások kapcsán is látható, hogy vannak a képviselő testületben ellenpontok, amiknek a megtárgyalását nem biztos, hogy egy testületi ülés alatt meg tudjuk tenni. Hát az önkormányzatnak a képviselőtestület egy elég lassan működő szervezet, amelyik egy adott problémára nem tud azonnal válaszolni. Ezért, hogyha az adott probléma fennállása esetén kezdünk majd el különböző ilyen felhalmozási keretet képezni, akkor eljöhet előállhat az a helyzet, hogy 2-3 hónap is elterülik, mire valóságban reagálni tudunk ezekre a dolgokra. Tehát ezért fontosnak tartom, hogy a probléma megszületése előtt már rendelkezzünk pénzeszközzel, amit azonnal át tudunk csoportosítani. Tehát ezek a viták, amik most itt láthatóak, ezek zajlódjanak le a keret felhasználása előtt. Kaptunk ugye egy olyan mellékletet ehhez a napirendi ponthoz, ahol fel vannak sorolva már most várható célfeladatok, amiben több olyan pont is van, hogy már most beszakadt, tehát beszakadt áterez, beszakadt árok be, tehát ezek már most adott problémák, amiket meg kellene oldani. Tehát nem azt kell megvárjuk, hogy lesz majd valami, amire átcsoportosítani, mert már most vannak olyan feladatok. Tehát mindenféleképpen azt támogatom, hogy valamilyen céltartalékot csoportosítsunk, hiszen már most szemmel láthatóan vannak feladatok, amit el kellene végezni.
és ugye a Szabadságút 2.11 és 2.21 szakaszon a korlát megépítéséről is döntött a testület, hogy támogatja, viszont ugye a költségvetésben külön soron nem jelenítette meg. Tehát vannak feladatok, amikre már most szükség lenne pénzeszközre, és mindenkinek azt javaslom, hogy igenis csoportosítsunk egy ilyen céltartalékot. Világos, de hát a korlát ugye akkor addig nem tudunk le. Ideig azt persze. Én most a felsorolásból csak kiragadtam egyet-egyet, de vannak itt ilyen, hogy beszakadt árok, ami viszont már... Mindig lesz is sajnos. Igen. Nekem csak annyi kérdésem lenne addig felé, hogy a komplett közterületfejlesztési program költségsorának van még azon szereplő összeg, mert igazából azt hagytuk meg Jolly Jokernek, miután az általános tartalékot a testület egyetemben és jóváhagyásával a testvérvárosokkal történő kapcsolatok ápolására fordítottuk, tehát az volt a Jolly Joker sor, pontosan ilyen célokra. Hulladék szállítás csoportosítás 10 millió, meg ott volt valami hulladék ártalmatlanítással kapcsolatos? Nem, külön testületi határozott van róla. Szerintem egy olyan 20 millió forint onnan már bőven el lett költve. De én most látom ezt a listát, a közutak karbantartására 10 millió forint a dologi kiadások közé be van tervezve. Karbantartására. Tessék. Bocsánat, pontosan azért mondtuk azt, hogy nem, mert hogy ezek annyira fiktív, összegmérkői dolgok. Tehát, hogyha előbb van terjesztve a műszaki ellenőrünk felmérttel, van egy beárazott ajánlatunk, előterjesztjük a testület elő, hogy ennyibe kerül, akkor igenis meg kell csinálni. Mi nem azt mondtuk, hogy nem kell megcsinálni, hanem azt, hogy nem szeretnénk a költségvetéshez most így hozzányúlni, hogy képezzünk megint egy nagy kalapot. Tessék. Most van, hogy tárgyaljuk előbb a 14-es. Ja. Így közben? Mert most döntöttök arról, hogy ezt a napi rendet nem fejezitek be, és döntött a szavazásra, hogy egy másik napi rendet tárgyaljuk. Én szeretném befejezni ezt a napi. De bocsánat. De szerintem a 14-es napi rendi tárgyalásra választad erre. A futó körös. Jó, kérem szépen. Volt, kérem, azért, hogyha már kérdez, 3-4 millió forint, mondom, ami szintjére nincsen, de egyébként nincs semmi probléma, hál' Istennek az önkormányzó gazdálkodása a pénzügyeivel, csak szeretném, hogyha egymásra figyelnünk, mindig arra kérdezik. Itt az volt az elképzelés esetleg, hogy az a szavazat számláló és egyéb szerkezet, amiket terveztünk, az bruttó 3.200.000 forint. Tessék? 3.100.000, köszönöm. Hogyha azt, mert amíg semmit nem tettünk, hogyha azt átteszünk ebbe, akkor megvagyunk és már is végig nincsen semmi problémák. Ez lenne szerintem a legegyszerűbb megoldás jelen pillanatban. Ez még nem jelenti azt, hogy később aztán lehet megcsinálni ezt a gépezetet is, de megszámol még egymást, nem meg tudjuk még akkor is, ha néha a polgármester téved valaki rász, hogy nem 15, hanem csak 9. Nem jó számolt polgármester. Hát én azt látom, hogy ennél a tételnél ez a 3.200.000, ez egy híd és egyébben sokkal fontosabb, mint hogy most nyomunk, vagy fölevelünk. De egy kicsit humorosan még vagyunk. Nekem ez lenne a véleményem, hogy ebben a hatalmi javaslatban azt esetleg kell fogadni, hogy a szolgálatszámlási beruházásra folytott elkülönött 3 millió, bruttó 3 millió 170 ezer forint, 125 ezer forint kerüljön ebbe a tartalék keretbe, hogy tessének elgondolkodni rajta. Tessék, parancsol! Én még visszatérve még az előző a szemétszállításnak, úgy érzem, hogy mindenféleképpen el kell mondanom, ez tegnap este ez az információ, itt Kerepesen lakik egy végrehajtó, aki foglalkozik, hogy a szőlősor egyben nem kéne kiszedni még egyelőre a szemetet, mert fölösleges. Ugyanis a végrehajtó legalább ötféle végrehajtást fogod csinálni, ki kéne vásárolni azt a lakást, onnan le kéne bont, és utána kéne kiszedni a szemetet. Mert így most a 29 fő is már ebbe az évben 30 főre megy, meg köztük megint van már egy terhes. És na, úgyhogy én szerintem lehet, hogy itt lehetne valamit keresni, hogy kivásárolni, miután már legalább ötféle végrehajtás fog most oda menni. Villanyszámla, gázszámla,
NAV, stb. Ilyenek. Ez tegnapi információm is kerekesebb, akik ez a végrehajtós, aki ezzel az ügyel foglalkozik. És csak úgy most hangosan gondolkodtam, hogy akkor, ha lehetséges, akkor ki kéne vásárolni, mert... És lesz egy öngazdi béllakás lakottan? Nem, le kell bontani, és akkor kell oda bármi olyat, szabadtéri színpad, élező, akármi, csak hogy ott menek kérek onnan, nem, mert folyamatosan termelik bele a felenk. Végrehajtható üres állapotba kapjuk meg? Nem tudom, csak... Csak hogy nem lehet már akkor nekünk oda jogunk, vagy közünk, vagy nem lehet könnyebb kivásárolni, hogy akkor az önkormányzat területe legyen az. Ha egy grillező, akkor grillező, ha bármi. A végrehajtónak a kötelessége, a kilakoltatás. Megtörténik hamarosan. Nekik, nekik kell az végrehajtani. Tehát beszéljünk, most maradjon a mai kapkodás. Tessék, akkor szólnak, hogy 14-esnél vagyok. Na, akkor mondom, tehát nekem a pénzügyi bizottságon ez volt a javaslatom, hogy ezt a sort szedjük ki, de a bizottság ragaszkodott a putrokörhöz. Ez azt szedjük ki, majd azt szedjük. De nem, mert nem, ott nem. Ez ugyanaz az előterjesztés. Tibor azt javasolta most, hogy ezt a szabadott szemmelő berendezést, azt a 3.175.000 forintot, akkor nem 10 millió lenne, hanem meg a 3.175.000 forintot csoportosítjuk át a tábládból, és akkor ennyire... Egyenlőre ez maradt az általános kérdés. Erről van szó. Igen, és most működne így, mert május végén már ugye pénzeszközeink tudjuk, csak még hivatalosan, hogy ez még nem, de felszabadulnak és lesz, tehát a dolgok működnek. Aki viszont ezzel akkor egyetért, hogy a hatalmi javaslat azon a kiegészítéssel, azon a kiegészítéssel, hogy a szabadszámolási beruházásra folytandó 3.125.000 forintot helyezzük ebbe a tartalék alapba, azt kérem, hogy kész tártartásra. 1, 3, 4, 5, 6, 7, igen, aki nem, 3 nem, aki tartózkodik, Laci tartózkodik, megértelek. Bocsánat, kettő tartózkodás. Akkor nézzük. Valami nem jó volt. Pillanat. Tehát aki igen, először, tehát 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen, aki nem, 3 nem, aki tartózkodik, 2. Igen. Köszönöm. Köszönöm. Szavazott szemben. Én is azt mondtam, 3.175 amikor Andi rám szólt, hogy 25 lett. Tehát 3.175 Nézve nekem is az volt, hogy írom, 3.175 Andikám, én is kegyetlenül nyújtott van, amit a változtam, hogy előttem. 3.175 Ez a helyes akkor az előző határozat. Köszönöm. Azt mondja, hogy 12-es napi rendi pontunk, hogy megcsúsztunk. Igen, szabadsághoz, Gaspatak, igen. Településfejlesztés. És pénzügy. Nem volt írva előtte, akkor vagy bocsánat. De ez a gyalogkép. Hát ez egy. De volt írva előterjesztés. Igen. A bizottság úgy tárgyalta, elfogadásra javasolta, és a kipontozott részben pedig a kompetkoz területfejlesztési költségsort jelöltük meg. Van bitítja? Vagy legyen dolgi kérdés. De mi a bizottságunk ezt jelölte meg. Szóval karban tartják, nem fér bele. Amiről ez egy szó volt? Jósi, de az utak, és amiről beszéltünk, hogy az utak... Tehát idegen tulajdon. Már mi? Ja, értem. Ez még mennyi, akkor holnap összegezzük ezt a bizonyos közszerfejlesztési programnak ezen döntés követően megmaradó, vagy már el nem költött részeit. Most javaslom a testet, fogadja el a bizottság javaslatát, és annak a programnak a terhére szavazzon ezt a előirányzat és ezt a javaslatot, és akkor ezután tabularázával összegyűjtük a megszületett döntéseket erre a komplex közterületfejlesztési program költségkeretére, ami eddig született. Bocsánat, a híd az most, akkor ki egy közút? Közút.
A tulajdonban nem lesz személyénk, polgármester úr. Kötelezettséget hárította az önkormányzatra. De nincs. A tulajdon az ingatlannak, és itt válik mindig kettő a folyamat, hogy van az útnak egy ingatlan nyilvántartásban, a földhivatal megjelenő határa és tulajdon. A közút kezelő ragaszkodik ahhoz, hogy közlekedési pályaszerkezetet kezel, és nem kezeli egyébként a teljes tulajdont, mert sok esetben a szabadságmunkát kerítéstől kerítési magyar állam tulajdona, kezelő tulajdonlap szerint magyar közút non-profit gazdasági társaság. Ezzel szemben a gazdasági társaság operatív vezetése pedig levelezésében láthatóan kifejezte, hogy kifejezetten a közlekedéssel kapcsolatban vannak törvényileg felhatalmazva, ők speciál járdával, mondjuk, mint az tulajdonnak részét képező terület szakaszának foglalkoznak, és erre ugyanez volt a válasz, hogy ez bár területileg lehet, hogy ingatlan nyilvántartást tartalmazza, ők majd lépést tennének, nem tettek a tulajdonok megjelölésére vagy lehatárolására. Jelenleg egy hatályos ingatlan nyilvántartás van, és abban ezen terület rész, amelyen ez a műtár található, nem önkormányzati tulajdon. De ugyanakkor nem csinálja. Egyébként igen, mert ő a közlekedési kapcsolatos feladatok ellátására érzi magát. Gyalogos közlekedések szolgálódik. Erre vagyunk. Most nem is lehet. És ha valaki leesik a módolát, akkor most kiadja. Valószínűleg a kártérítési perben perbe vonnánk adott esetben a két szervezetet, hogy majd közösen. Aztán majd a bíróság eldönteni, hogy egyébként kifelelt azért a káreseményért. Na most első indulatképpen, ha az önkormányzat nem megy perre a közútkezelő nemleges nyilatkozata okán, akkor csak egy megoldás marad, hogy egyfajta kármegelőzés címén, vagy balesetmegelőzés címén ezt a fejlesztést elvégezteti, de fogja tudni, hogy jelenleg nem tudjuk hova aktiválni, tehát önkormányzati vagyonelemet nem fog képezni. Mert hogy egyébként műtárgyként sincs nyilvántartva a mi vagyonkataszterünkben sem hisz. Onnan jutott a folyamat, hogy önkormányzati vagyonkataszter az önkormányzati tulajdon ingatlanokat, azon lévő műtárgyakat nyilvántartja. Ebből a párhuzamból nézve ugyanez kéne, hogy szerepeljen a közút vagyonkataszterében is, csak ők van a nemzeti vagyonkezelő, aki kezeli az állami tulajdont, annak egy részét pedig kezeli közlekedési célzatú létesítmény rendszerével a Magyar Közút Non-Profit KHT, bocsánat. És van a feladat, hogy a híd meg az... Kicsit nagyon maradjuk. Most látok, hogy lenne ennél a megoldásokat? Hát, most maga a javaslatban csak a forrás oldal nem meghatározva, azért akkor a bizottság javaslatát nézve járhatónak, vagy inkább járandónak tartom én is, hogy a bizonyos közteletfejlesztési programot jelöli meg a képviselő testület, és akkor a ezen döntéssel lehatárolt módon elkészítjük Andival azt a... De közben te jelenkezel, mondjad, bocs. 5.896.800, én lekönyveltem már ezeket. 5.896.800 forint maradt ott. Akkor ez... 5.896.800. Ez a közteletfejlesztési program? Ennek meglévő keretének. Hát most még, hát lett volna, de most akkor egy helyre kérdez. Azt kérem szépen. Akkor például, mert a pénzügyi és ügyrendi bizottság is tárgyalta, csak ő más forrás jelölt meg. Méghozzá a Szabó Magda emlékműnek a partosítását vették ki, az 1 millió forintot. Javasoltatok kivenni? Igen, igen, igen. Van egy bizottságülés egyik döntési forrás megjelöléssel, másik egy másik forrás megjelöléssel. Itt most a képviselőtest eldönti, hogy melyik forrás megjelölés. Egyik az kevés, az 1 millióval. Mennyi a kevés? 834.574 forint. Igen. Vagy pedig a Szabó Magda, ami is lenne. Tartosítása csak. Ezt tudom. Tehát a Szabó Magda most az emlékén, és nem tudom, hát. Hát mondjátok, tessék! Én nem javaslom a Szabó Magda emlékpark, hát centenárium év van, az egyik legnagyobb magyar író, akit egyébként sajnos mellőztek hosszú ideig. Ezt nem kell megtenni, hát ebbe a komplexitű fejlesztésbe ez belefér, most akkor miért ne oda tegyük? Jó. Nekem
technikai költözre lett a kérdésem, hogy a KHT adott rá ajánlatot, saját beruházásba készül, vagy köszönöm szépen, ennyi volt a kérdésem. Fél mondatot, hogy a mondatot, teljesen így pályára szerkezet lesz. Tehát nem a, tehát korlát van írva, de nem a korlátról van szó, hanem egy teljesen új így szerkezetet kell csinálni, az aljától tetejéig, mert teljesen szét van felhorálva az egész. Akkor most itt még? Akkor még most tessék. Ha ez nem csak egy korlát lesz, hanem egy új híd, az el lesz bontva ez a régi híd? Nem. Műszaki tartalomban nem. Megvan ennek az opor vértel. Tehát végülis egy új rétegre készül, egy magasabb híd lesz. Tehát egy magasabb híd lesz, vasalással, minden szigetelése, alulról kap egy új szigetelést, új járófületet kap. Köszönöm. Valamint köztetett fel a másik bizottság köztetett. Amit te helyes sorájára tartasz, azt szavaztasd meg forrásszerűen. Hát ez nem én tartom helyesnek. Teszed a szavazásra. Ez világos, de a bizottság ugye tárgyalt, tehát a bizottság mi volt. Mindkettő tárgyaltam. Mindkettő bizottság. Mind a kettő tárgyalt. Azért mondom neked, amit te tartasz és helyesnek. Ez volt a ülésvezetői gyakorlat. Mi? Jó, kérem szépen. Akkor kérem szépen, azok a képviselők tartsák fel a kezüket, akik a Szabó Magda emlékmű parkosítására szánt, akkor 1 millió forintot óhajtják a híd helyreállítására elkölteni. Illetve azt meg nem akarják valósítani, és ennek költség keretét ide kívánják átcsoportosítani, ez így igaz. Tehát nem akarják azt a feladatot megvalósítani, ezért annak a forrás, felmaradó forrását ide átcsoportosítani. Tehát az Szabó Magda parknak nem akarják megvalósítani a parkosítását, azt az összeget szeretnék ide a híd felújítására folytani, azok tegyék fel a kezüket. Megoldjátok, de mondjuk. Na, 1, 2, 3. Aki igen, aki nem. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nem. És akkor most... Egy tartózkodás. Akkor most visszaállok, és azt mondjuk, hogy kérem, hogy azok tartsák fel a kezüket, hogy egyetértek azzal, hogy a közterületfejlesztési keret terhére, amely 5.896.800 forint, ennek terhére készül a Szilaspatak mellékágkörös gyalogosi javítási munkái. Azt kérem szépen most, akkor készfeltartásra szíveskedjék jelezni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igen, aki nem, egy nem, az 10, aki tartózkodik, akkor itt nem számoltam jól. Tehát aki igen, ne szavaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, most meg van, hogy szóval? Nem, 11, igen, 7 tartózkodik. 11 is 7 akkor 11. Kellett volna az a rendszer, az a szabad számára. Összeadni nehéz kimondni lehet. 11. Jaj, most a fiúk, jaj, de mondok, ezt nekem szeretem. 11, igen, és egy tartózkodással fogadták el, akkor megerősítem. Információs táblák kihelyezése. Ez a bizonyos. Bocsánat, tehát akkor a hatatjavaslatnak a egyesét szavaztuk meg, ugye? Most. Nem, a nullását. Most nullását. Igen, csak az egyes. Az egyes. Kivel? Tehát aki a hatatjavaslat egyes pontjának írott szövegű legyen, az kérdéstartással szíveskedjék jelezni. Ezzel igen? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, igen, akkor az most kérdő volt. Megcsináljuk, csak a KFT-csére legyen meg. Van az információs tábla história, pénzügyi tárgyalata, de igen. Pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, és
Mindenáron itt az lesz a döntés, hogy a futópálya pályázat legyen visszavonva, és akkor 4.475.000 forintunk szabadulza. És abból legyen megfinanszírozva, a többi pedig kerüljön általános tartalék terhére. Tehát ez volt az a bizonyos 14-es mondatok. Igen. Mert itt ugye az van, hogy ahonnan kaptunk árajánlatot, az elég jó van. Négy táblára, öt táblára. Csak nem két millió forint, öt tábla, azért az húzós, nagyon húzós. Jó, hát nem olcsó, de szerintem sok. Tehát, a 8-os is 2 millió. Igen. Tehát, igen. De az csak oszlop. Jó. Én azzal kezdem akkor, hogy aki a hatalmi javaslat 2. pontjával is az ismételtem. Ott is kell egy pénzforrás megjelölni. A pénzforrás, igen. Egy keretet, mert ha sok a kettő, akkor mennyire sok? Hát. Én a kollaborációs vonalunk komplet közteveszfejlesztést. Egyrészt azért, mert a maga a futókör, amennyiben nyílunk, az az önkormányzati területen valósul meg, ez nem önkormányzati terület, a DIMPIS terület, és hogy növeli az önkormányzat vagyona. Maga a futókör, hogyha megvalósul. De a futókör nem tudunk semmit, hanem a többi évben tudjuk, és azért a pénznek sokkal annyit tudunk tartsuk, ez a bajunk. Január, tehát a közbesz.hu-n lefolytatta a pályázat kiíró Erdélyes KZRT, magát a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás, tehát most fogják a pályázatokat elbírálni. Tehát itt a bizottságnak azóta javaslatta, hogy ezt a futópályát pontosan azért, mert információt kértünk, hogy hogyan a pályázat, és azt az információt kaptuk, hogy már egy éve nem tudtunk, semmi információ nincs róla, valószínűleg nem nyerünk. Ezért vettük ki ezt. Értem. Jó. Hát más egy futópálya, még más volt a rehabilitációs pályázatunk is, hogy Gyermekszával kapcsolatban az 100 milliós. Ott azért megint más összegében is, hogy várni kell. De lesz döntés, hogy megint más ugye a Vörösmartire beadott pályázat, a Magtártire beadott pályázat, mert 120 millióról beszélünk, várni kell. De ezeket később adtuk be jóval, mint a futópálya. Tehát a futópálya nem, a Vekopot az integrációs pályázatra ezt előadtuk be, mint augusztus, ezt augusztusban adtuk be. Tavaly augusztus. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék, az egyik az nem is kérdés, csak inkább egy gondolatébresztőnek, hogy ugye most itt 1-2 millió forintos költségek felmerültek, és ugye kezdünk innen levágni, onnan hozzátoldani, mint a szegény ember takarójához, pedig ugye idén 30 millió van erre az egészségügyi központra, és ugye önök eldöntötték, hogy egészségügyi központot fogunk jövőre, azután stb. Építeni, egyelőre úgy néz ki, hogy önerőből, évente kb. 200 millió forintból. Önök hogy képzelték ezt, hogyha most nem tudunk boldogulni, most 1-2 millió forinton már, bocsánat, de fogat kell kocogtatni, meg szabni, varni kell, akkor honnan lesz majd ez a 200 millió forint, ugyan? Most erre nem válok választ, köszönöm szépen. A másik, ezt csak gondolatébresztőnek mondtam el, egyelőre önerőről van szó, ugye deklaráltan így hangzott el. A másik, hogy ugye most kicsit kiheréltük ugye ezt a szavazatszámláló rendszert, erre volt egy érvényes határozatunk. Nem tudom, hogy akkor ezáltal ez is visszavonódik, vagy pedig akkor, tehát ez automatikusan ez. Nem, lesz rá egy előteresztés, amelyben az testet szavazza, hogy a költségvetési forrás most kivette belőle, akkor természetesen vissza kell vonni írott állapotban a határozatot. Jó, értem, ezt szeretem. Egyébként csak annyit, hogy nem, a képviselőszónak... Nem, azért válaszolnak, igen, a képviselőnök annyira, hogyha megnézni a beruházási táblánkat, az több mint 400 millió forint. Tehát azért, hogyha itt nem tervezünk be ennyi mindent, és nem esünk ennyire szanaszét, akkor 200 millió forintot el lehet tenni egy évente. 400-ból. 3 évig folyamatosan. Köszönöm. Ha az a célunk, hogy megvalósuljon egy egészségügyi központ. Nem várok, köszönöm szépen. Önök felelősen így döntöttek, persze viselik majd a következményeit. Természetesen felelősen döntöttünk, és felelősen fog viselni is. És egy fog készülni az, amiről döntöttünk. Nem sok a körömére, nagyon sok a körömére, keveseknek nem örömére. Önöket nem soha most örülnek, vagy nem örülnek. Nem vártam bár. Ez egyértelmű, hogy örök viselkedéséből. Egyfáj az ingatlanok helyzetét pont ide lehet hozni, ugye? Kedves képviselő. Mennyire konzekvens a testület. Hosszú távú szervezés az egy hónapra tart körülbelül önöknél.
Ön is itt. Na kérem, visszatérünk. Itt tehát a bizottság azt javasolta? Fotópályázatot vonjuk vissza, és akkor ezt az 1.905.000 forintot, abból a 4.445.000 forintból különítjük el, a többi fennmaradó összeget pedig az általános tartalékot. Akkor Illetve nekem az lenne a javaslatom, hogy a komplet közterületfejlesztés terhére történjen ez a beruházás, hiszen ez a költségvetés tervezésekor nem volt betervezve, a sportpark pedig már egy tavaly beadott dolog, ami, hogyha megvalósul, akkor gazdagodunk sportparkokkal. És mikor döntés? Nem én vagyok a pályázatkíró, ha az lennék, akkor nem szavazhatnék róla. Ez világos, tessék. Szerintem nincs nagy ellentmondás a két javaslat között, mert a pályázat nagy valószínűséggel nem fog megvalósulni. Tehát ha benne hagyhatjuk, mert a pénz előbb-utóbb ott fel fog szabadulni, tehát előbb-utóbb valószínűleg oda fog kukni. De amúgy meg, ha meg egy pici esélye mégsem, akkor meg azért tényleg kár lenne most ezt eldobni magunktól. Ebbe a keretbe, amit most az előbb létrehoztunk ezzel, hogy lemondunk a szabadott számlálógépről, ebbe ez még belefér. Úgyhogy szerintem én is inkább azt javaslom, hogy hagyjuk meg ezt a futókörpályázatot. Hát, ha sikerül, persze, de mondjuk reálisan szemre ez van, szóval nem fog sikerülni. Tehát az a pénz az ott most egyelőre parkolópályán van, de aztán majd azt föl lehet használni a szükséges mértékben. Reméljük, nem lesz igazam, csak... Van három javaslat van, csak hogy rögzítek, hogy igen. Háromféle forrásból megjelölés ennek a feladat teljesítésének. De még mindig az is fontos, hogy mennyit szántok erre a forrásra. Hát azt mondja a polgármester, hogy az 1,9 millió forint sok. Ehhez képest akkor először meg kell határozni az összeget, hogy akkor mennyi nem sok. És azt a nem sokat, vagy bármennyit, azt honnan teszitek hozzá? Az előző, meg kérem szépen, május végén ez nem tétel, akkor a következőt javaslom. Ezt a napirendi pontot a következő testületülésre hozom vissza a forrás megjelöléssel együtt. Kérem, hogy aki előző kézfeltartásra jelzze. 12, igen. Ennyit van arról, hogy akarunk hallják a levágunkat, tehát ehhez hozzávaljuk, akkor nem lesz hozzá. Az, hogy rossz indulatban és ilyen bagatell, ilyen, hogy mondják, ilyen néppártiasan teszik fogalmazni. Attól az nem fegy az igazságot. Meg már néppárti szerep foglal. Menjünk tovább. 15 napig mint mond. Víz kell elhelyettesíteni. Ott tartunk. Pénzügyi bizottság tárgyalata és a határozati javaslatot egy hangulat elfogadásra javasolnak. Köszönöm szépen. A másik nem, akkor kérem, hogy a kegyedért hatatívozott inok szövegével kézfeltartással szíveskedjék jelezni. 12. Igen, köszönöm szépen. Egyúttal egy közvilágítás. Pénzügyi bizottság tárgyalata és a határozati javaslatot egy hangulat elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérem, hogy a kegyetért hallgatni a szívó szövegének tiszteltartással szívesedik elezni. 12, igen. Energiahatékonysági eljárás ez megállapítása. Pénzügy volt ebben, mint a szintén, de tessék parancsolni. Igen, tárgyaltuk és egy hangulat elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, nincs más, hogy szemlék egyetért. A javaslatilag szövegével tiszteltartásra szívesedik elezni. 12, igen. Magyarország is olyan békállomás utcákkal határozottan ingatlangyilkos helyi szabályzat módosítására irány kérelme ügyében. Tessék? Marad valami? 18-as iskola, igen, 18-as, bocsánat, kettőt lakultam egyszer. 18-as,
egy darab ipari mosogatógépet szerzett pénzügy. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és a határozott javaslatot azzal a módosítással fogadta el, hogy a kettes pályázó a Kogasz kereskedelmi szolgáltató Kft., aki 895.200 plusz árpa összegért adott ajánlatot, hogy Aton szerezzük be a mosogatógépet. De volt még hozzá egy mondatotok, hogy ennek az okát, szakmai átámasztását majd a testetülés ismeretésre kerül. Igen, és majd jelentkezik is. Tessék. Egyrészt igen, vállaltam, hogy az okát hozzáteszem a testetülésen, másrészt be kell vallanom, hogy szinte én voltam az, aki a pénzügyi és ügyrendi bizottságot fölpiszkáltam arra, hogy nem mindig a legolcsóbbat vegyük meg. Tettem ezt annak okán, hogy a kiküldött anyagban a határozati javaslatban szereplő árajánlatot adónak a műszaki paraméteres ajánlata volt benne. Én ma megkerestem a műszaki irodát, elkértem a másik két gépnek a dokumentációját, és a pénzügyi bizottságon tett javaslatomat visszavonnám. És ennek viszont van indoklása. Mi egy olyan gépet keresünk a konyhára, ami egy egyszerű, nem működtethető, az iskola konyhában maximálisan előfordulható létszámot ki tud szolgálni. A két 1 millió forint fölötti gép már nem ez a kategória. Ezek úgynevezett kalapos gépek, aminél nem csak maga a gép szükségeltetik, hanem különböző segéd dolgok is, ilyen betolóasztal, meg kitolóasztal, meg egyebek. Tehát ez bőven nem férne bele az 1.200.000 képviselőtestület által megszavazott keretbe, míg az eredeti határozati javaslatban szereplő összeg, vásárolt gép, még nem azt jelenti, hogy ennyit költünk a mosogatógépre, hiszen ennek a beszereléséhez elektromos áramot, szennyvizet, vizet, tehát annak még költsége lesz, és várhatóan kompletten akkor úgy az 1.200.000-ben benne van. Úgyhogy a javaslatomat visszavonta. Köszönöm, akkor maradták akkor az eredeti. Akkor a bizottság viszont igen, akkor én csak annyit szeretném kérni a bizottsági tagoktól, hogyha javaslatot tesznek bizottsági ülésen, amit meg is szavaztatnak, akkor jó lenne, hogy a bizottsági ülés előtt tennék meg ezt a kört, nem testületi ülés előtt. Értettem, be fogom tartani. Kivételül csak a szabály, ha jó szándék vezeti, akkor azért az érthető. Kérem, hogy visszatérve, akkor kérem, hogy a kérdezőt a legkívül társaim közül tartsuk a kezét a feladó javaslat írott szövegével a figyelmet. Köszönöm. 12, igen. És most a 18-as, 19-as. 19-es biztonsági őralkalmazása. Igen, bizottsága, közbiztonsági, tessék, valamikor a jelen. Igen, bizottság tárgyalta az alacsonyabb árajánlatot javasló elfogadásnak. Köszönöm szépen, pénzügyi. Ez egy hangulat. A pénzügyi és ügyrendi bizottság is tárgyalta, és úgy szintén egy hangulat elfogadásra javasolja az alacsonyabb az a East Mantorium Kft. East Forces. Akkor maradjunk abba, hogy valaki egyetért a javaslat írott szövegével, a 152.400 forint per hó bruttó összegben pályázó javára, az készfeltartással szíveskedjék jelezni. Minden megcsinálható. Az érzőt, aki azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 igen, aki nem, 4 nem. Köszönöm szépen. Ezt a hármasra nekem? Igen, így van. A napirend kapcsán egyben szavaztatod az egyes hármasokat. Egyben szavazott, nem volt megmondva. Azért kérdezem. Egységében szavaztatod az írott javaslatokat. Egységében szavaztatod az írott javaslatokat, igen. 20. napirendi pontnál vagyunk. Építési szavazat, igen. Településfejlesztési bizottság tárgyalta? Nem tárgyalta végül. Nem tárgyalta végül.
Ja. Igen, a bizottság végül is tárgya, a napirendben szerepelt. Három fős bizottság, időközben háromról kettőre csökkent, mert mert a Littai úr elhagyta a bizottságot, tessék vagy. Akkor itt elővezetem a problémát ezzel kapcsolatban. Tehát ez a szakmai anyag, ez 5 órával a bizottsági ülés előtt került kiküldésre. Tehát én nem gondolom azt, hogy szakmai munkát tudunk végezni akkor, amikor a képviselők aznap 5 órával előtte kapják meg ezt a... És az elkészítés ideje pedig 5 nappal előtte datálódik, tehát az aláírás pillanatában ez 5 nappal előtte már megvolt, a kiküldés pedig a bizottsági ülés napján történt. Tehát hol kallódott addig az a anyag? Tehát egy ilyen fontos anyag, és ez már nem az első eset, tehát ha visszaemlékszünk a márciusi képviselőtestületi ülése, ott is péntek délután került kiküldésre ezzel kapcsolatban az anyag, akkor, amikor hétfő reggel 8 óráig lehet módosító indítványokat beterjeszteni. Tehát azok a képviselők, akik ezt az anyagot átnézve valamilyen kérdésig merült föl, egyeztetni kívántak az önkormányzat irodájával, önkormányzattal, azok nem tudták ezt megtenni, mert hát 2-kor már bezár az önkormányzat épülete, és akár térkép szelvényeket se tudok kikérni, műszaki osztályjal se tudok ezzel kapcsolatban beszélni, és módosítókat sem tudok a hétvége alatt megfelelő szakértelem hiányában megtenni. Köszönöm szépen, mert levegőt, tessék, parancsol. Azt egyet tudsz megállapítani, képviselő úr, az anyagból, hogy a előterjesztés készítő főépítész mikor készítette. A kiadmányozás időpontjára nem tudsz tenni, hát azt nem mondhat, hogy aláírva várt az anyag, és az aláírással ellátott anyag került később kiküldésre. Fenntartom, hogy a képviselőtestület bizottság számára akkor került kiküldésre, amikor aláírásra került. Ezt egy tény, de... Rosszul fogalmaztam. A kiküldés időpontját nem mondtam, a kiküldés időpontját csak azon mondod, hogy alá volt írva, és hogy ott állt az anyag. Elkészült-e szerint az anyag mikor készült-e, ott a dátum. Ha az aláírás hiányzott róla, és azért nem volt kiküldve, akkor is fölteszem a kérdést, hogy ilyen fontos esetben miért aznap írja alá polgármester úr? Tehát, hogyha megvan ez az anyag, elkészült, és erről tudod, hogy már egy hónappal ezelőtt is probléma volt ennek a kiküldésével, miért nem gondoskodik arról, hogy mielőbb át tudja olvasni a bizottság, és megfelelően tudja tárgyalni. Ező úr intézkedik. Én elnéz, hogy szeret sokat beszélni, de azért tartson be evidenciákat, jó? Most beszélt, most tessék hallgatni, és ő jegyző, jó? És ez nagyon megkére. Fiatal kora ellenére fogja vissza magát. Még egy információ, melyek kapcsolatban szintén elmondtad, hogy nem volt módotok szakmai fölkészülési bizottság ülésre, ezzel kapcsolatban az időpontok kapcsolatosan egyetértek. De abban talán kevésbé, hogy a testületülésre való kérdésföltelést is akadályozta valami? Ezt most nem értem. Hát tehát abban a pillanatban, amikor nem tudtam elolvasni az anyagot, tehát ez egy 11 oldalas anyag, és én vezettem, úton voltam, nem tudtam elolvasni az anyagot, megérkeztem a bizottsági ülésre, akkor szembesültem ezzel az anyagot. Tehát nem is tudtam a kérdésemet megfogalmazni se, nem tudom elolvasni az anyagot. De én azon túléptem, tehát azt mondtam, hogy egyértelmű, hogy a bizottsági ülésen miért nem tudtál szakmai válaszokat kérni, adni, vagy föltenni, de azért folytatom tovább, hogy ezen szakmai kérdések és válaszok a testületülés időpontjáig sem voltak föltehetőek, vagy akkori akadályozhatás az mai napig tartott? Abban az esetben, hogyha nekünk van egy településfejlesztési bizottságunk, és ez a megnevezése és a döntéseket előkészíti, akkor elvárható, hogy a településfejlesztési bizottság foglalkozzon, tartson meg hosszabb érveléseket, vitákat az ügyben. Tehát én nem feltétlenül egy kérdést akarok föltenni, hanem ezzel az egész üggyel más bizottsági tagtársaimmal együtt vitázni kívánok. Tehát ezért
Én a vitát hiányolom, és ezért azt kérem, hogy ebben a napirendi pontban ne szülessen most döntés, hiszen a Településfejlesztési Bizottság nem is tárgyalta. Képviselő úr elmerült, és eléggé jellemzhető módon, ezt mindenki lesz, hogy magában ennek a viselkedéséről mindenki alkott véleményt, akinek van kedve hozzá. Ő egyszer fölállt és elment a bizottságban. És ezt a, nem tudom, a képviselő meg esküvőre, hogy függ össze, mert ugye ez a részletről lelépett erről. Azért, hogy németeket toborozzon a kerepesi közösségben. Bocsánat, ez a témához tartozik? Bocsánat, ez meg bocsánat, legyen szíves, azt mondta a kapkáros, jó? Tehát ön ott hagyja. Mondanálja magát, polgármester, bocsánat, ön ott hagyja. Legyen szíves, fogja a magaszát, jó? Én nem beszéljen velem, én nem beszélek önnel így. Tiszteljen meg, normális beszélek. Ön is az, hogy hallgat, amíg én beszélek. Tehát visszatérek, ön fél hétre elment egyszer egy másik rendezvényre, így megfelel, és itt hagyta a bizottságot. Amelyben tart, és nem érdekelte tovább. Előtte egy órás műsort tartott a buszjárattal kapcsolatban, majd amikor szabad kellett volna egy pozitban is tárgyalni, akkor ön elment. Ezek után nem tudom, mi a gond egyébként. Itt az elnök, hogy kifejtettem. Hát ráadásul, ráadásul önnebben interneten fordult a népekhez, hogy jönnek gyorsan, mert itt nem tudom, mi készül ezen a területen be akarják képteni, és a többi, és a többi. Tehát ne tessék miatt mondani, nem tudjuk, miről van szó. Hát ez a 10 oldalban egyébként 5 oldal, 6 oldal ábrákat tartalmaz, nem kell olvasni. Még az is benne van. Tehát, hogy ez zavart az olvasás. Tessék, képviselő. Nagyon szépen köszönöm a szót, és pontosan az esküvőhöz híven szeretném azokat a döntéseket meghozni, amelyek megalapozottak. Mivel nem vagyok tagja egyik bizottságnak sem, ezért eljárok a bizottságülésekre, hogy megtapasztaljam, hogy a szakmai hozzáértésükkel a képviselők hogyan segítik majd elő az én munkámat, és itt is megjelentem, és szerettem volna, ugye, ha már én nem tudtam tanulmányozni ezt az anyagot, hiszen én sem tudtam elolvasni, megkapni némi információt, de mivel nem kaptam meg ezügyben információt, tehát nem volt szakmai vita, én ennél a napirendi pontnál nem szeretnék szavazni, tehát sem tartózkodni, sem igen, sem nemmel, hanem egyszerűen nem szeretnék szavazni, hiszen erről nem volt semmilyen szakmai egyeztetés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó. Még neki. Tessék. Edző úr elmondása alapján akkor jól értelmezem, hogy az április 15-i dátum, ez nem a dokumentum aláírásának a dátuma. Én hosszú idézőjelben vállalkozói pályafutásom során egy szerződést vagy valamit én csak úgy írtam alá, hogyha az a dátum volt azon a dokumentumon, amelyik dátumkor én aláírtam azt a szerződést. Tehát polgármesterről arra kérem, hogy a jövőbeli félreértések elkerülésé véget erre ügyeljen, hogy akkor írja alá, hogy a 20-án írja alá a dokumentumot, akkor ne szerepeljen rajta 2017. április 15-e. Teljesen igazán van egyébként, amikor megkapom, akkor aláírom. Ez a másik. Hát én a szerkezetben vagyunk, hogy ezek természetesen. Most már akkor az ilyen problémák meg ugye lépjük. A pillanatban, hogy lekapja, akkor aláírni felhozzák hozzám. Elsőre a jegyző úr nézi meg, majd ezt követően én idom alá. Ez így működik. Ennyi. Tessék. Én előzőekben, amikor erről az egész történetről elkezdtünk beszélni, jeleztem, hogy nem támogatom egyáltalán napi rendre tűzését. Mivel hogy egyszerűen meg lehetett volna válaszolni ezt a kérdést, mégpedig a rendeletünk szerint, a helyi építési szabályzat szerint nem építhetnek oda lakóingatlant, kész. Nem kellett volna ezzel tovább foglalkozni. Annyit foglalkozunk ebben, mint amikor itt voltak a tisztelt tulajdonosok, és egy órán keresztül nem tudták megérteni, hogy mi a válasz az ő kérdésükre. Most ez körülbelül majdnem ugyanazt mutatja. És lehet itten erről még sokat vitatkozni, én csak egy dolgot szeretnék még elmondani. Azért nem akartam külön kérni napirenden előtti felszólást ezügyben, mert ez a napirendhez kapcsolódhat. Én bejelentettem egy népszavazási kezdeményezést ezügyben, hogy ne legyen beépítve a park. Köszönöm szépen. És? Helyesen nem tudom. Semmi gond, mint az elkezdték. No, akkor ezen túl vagyunk, és akkor kérdezem, illetve kérem azon képviselőtársaimat, akik az írott hatalmi javaslatnak az A pontjával egyetértenek, azok kézfeltartásra jeleznek. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 igen, aki nem, 2 nem, aki tartózkodik. Ja, és nem szabadnak, ketten pedig nem szabadnak. Hát ez csak a irényjeleztek. Van kötő, hogy nincs. Nem szabad. Most támogatod a felépítést. Nem olvastad el, a határozati javaslatot, hogy mit támogattál. Aki most igennel szavaz, az a település központnak a területének a beépítéséhez szavaz. Itt, ide van írva, nagyon furfangosan nem támogatja a telektulajdonosok kérését, és az utolsó mondat pedig és kapcsolattal kapcsolja össze, település rendezési döntéseit felül kívánja vizsgálni. Most jelenleg tiltva van a lakások építése, ezt akarjuk felülvizsgálni. Tehát azzal, aki most igennel szavaz, ezt a döntést felülvizsgálva, és felülvizsgálva, de befejezem, ezt a döntést felülvizsgálva, igennel fog szavazni, tehát a lakásokra fog szavazni. Ez egy olyan fontos döntés, hogy igenis ez megérdemli azt a lakosságnak a képviselete, megérdemli azt, hogy ebben az ügyben elég erőteljesen kiálljunk. Azt képviseljük. Megint ott tartunk, Gábor, hogy megpróbálod megmagyarázni, hogy én hogy értsem, amit olvasok. Bocsika, köszönöm szépen. Nem tartunk rá ilyet egyébként, tényleg így van. Szeretem magam értelmezni. Igen, és annélkül, hogy szót kérne, legyen szíves, tényleg már a többiek is azért próbálnak meg már felvőbb módjára viselkedni. Nem hiszem, a indulatok meg múlik az idő, meg vár minden, sok minden lesz itt, de azért egymást tiszteljük majd mi, hogy akkor most ő beszél, akkor megtartva, én mondom, meg ez nem egy annak kérés. Köszönöm szépen. 21. napjáni pontunk szabó, hogy centenárium emlékoztató hely kijelölése. Ebben Oktatási és Kulturális Bizottság is van. Tárgyalta és elfogadásra javasolt. Igen, és településfejlesztési. Nem tárgyalta az előbbi okok miatt. És az előbbi okok miatt. Persze, ja, persze, mert Lintke úr fontosabb rendezvényre támogatott. Így. Igen. Ezt visszautasítom. Hatra a képtelenné vált a bizottság. Azért hagytam el a településfejlesztési bizottságnak az ülését, mert nem értettem egyet azzal, hogy 5 órával a döntés pillanata előtt érkezik meg az előterjesztés. Köszönöm szépen. Utána még volt két előterjesztés. Még volt két, de hagyjuk ezt már, mert teljesen. No, kérem szépen, akkor ezek után, aki egyetért a hatáti javaslat írott szövegéhez készfel tart, kérdelezni. 2, 4, 5, 6, 7, 8 igen, aki nem, 3 nem, aki tartózkodik, 1 tartózkodás. Zöld telepes program. Tartsuk ezt, hogy meg lehetett tartsuk. Zöld program. Szerződés jóvágyása. Pénzügyi is és idegenforgalmi is, törtésfejlesztés is tárgyalta. Igen, pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, és van egy módosító javaslata, méghozzá, hogy a határozati javaslat utolsó mondatának utolsó bekezdése, ezért a felhasználható keretmértéke 104.339 forint, ezt kihúztuk. És az lett az új mondat helyette, hogy a fennmaradó összeget a 2018. évi költségvetés terhére tervezze meg, mert ugyanis az a 225.000 forint havi díj, ez átcsúszik 18-ra is. Tehát a Benne Andi kérte ezt, hogy így tervezzük meg, hogy 17 és 18-ra elosztva. De ez, várjunk. Pillanat. Andi. Igen. Igen, ez egy egyéves szerződés, ez 2018. október szeptember 15-ig szól. Azért jövőre is lesz költség. A fennmarad összeg a 18. évi költségvetés terhére legyen betervezve. Muszáj megosztani. Mert két éves. Jó, tehát a 7.109.850 összekötelezettségvállalással terhelt. Pont. Igen. És akkor az kihúzva, hogy ezért a felhasználók mértéke, hanem ehelyett van az, hogy a fennmaradó összeget a 2018. évi költségvetés tervére tervezze meg. És így viszont egyhangulag elfogadásra javasolja a bizottság. Másnak? Mi nem tudtuk erről. Tessék. Csak egy javítást szeretnék kérni, ez a Szendervölgyi Kertészeti Szolgáltató Kft. Nem létezik, hanem Szedervölgyi. Csak azért mondom, mert nem elírásról van szó, hanem Szeder. Szedervölgyi.
Tehát itt mindenhol az előterjesztés magyarázat részében, illetve a határozati javaslatban is mind a két több helyen Szenderből is szerepel, jó? Tehát csak egy köszönöm, Szender, ha jól mondom, az előterjesztés. Szeder, a szerződésben jól van. Szedervölgyi. És utolsó sorra a fennmaradó összeget a 2018-as költségvetés terhére tervezzék meg, módosítással egyetért, azt kérem, hogy szavazzon a határozati javaslatról. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen, aki nem, 4, nem. Köszönöm szépen. Módosításról szavaztam. Egy. Módosításról együtt. Egy. Most akkor szavazáson módosításokkal együtt szavaztam, ja, igen, módosításokról szavaztottam. Akkor kérem szépen, akkor most már akkor, aki egyetért a módosítással, innen megfogalmazott határozati javaslattal, azt kézfeltartásra jelezze, igen, az lesz. 8 igen, aki nem, 4 nem, köszönöm szépen. Zöld program, szerződés jóvágyása, pénzügyi is és idegenforgalmi is, töltésfejlesztési is tárgyalta. Igen, pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, és van egy módosító javaslata, méghozzá, hogy a határozati javaslat utolsó mondatának utolsó bekezdése, ezért a felhasználható keret mértéke 104.339 forint, ezt kihúztuk. És az lett az új mondat helyette, hogy a fennmaradó összeget a 2018. évi költségvetés terhére tervezze meg, mert ugyanis az a 225.000 forint havi díj, ez átcsúszik 18-ra is. Tehát a Ben Andi kérte ezt, hogy így tervezzük meg, hogy 17 és 18-ra elosztva. De ez, várjunk. Pimad. Andi. Igen. Igen, ez egy egyéves szerződés. Ez 2018. október szeptember 15-ig szól. Azért jövőre ezért is lesz költség. A fennmarad összeg a 18. évi költségvetés terhére legyen betervezve. Muszáj megosztani. Mert két éves. Jó, tehát a 109.850 összeg kötelezettségvállalással terhelt. Pont. Igen. És akkor az kihúzva, hogy ezért a felhasználható keret mértéke, hanem ehelyett van az, hogy a fennmaradó összeget a 2018. évi költségvetés tervére tervezze meg. És így viszont egyhangulag elfogadásra javasolja a bizottság. Másnak? Mi nem tudtuk erről. Tessék. Csak egy javítást szeretnék kérni. Ez a Szendervölgyi Kertészeti Szolgáltató Kft. Nem létezik, hanem Szedervölgyi. Csak azért mondom, mert nem elírásról van szó, hanem Szedervölgyi. Tehát itt mindenhol az előterjesztés magyarázat részében, illetve a határozati javaslatban is mind a két több helyen Szendervölgyi szerepel, jó? Tehát csak egy javítást. Köszönöm. Szende, ha jól mondom, az előterjesztés. Szedervölgyi. A szerződésben jól van. Akkor kérem a kisadásért, hogy egyezőjét azon a módosítása, hogy Szedervölgyi a Kft. És nem Szendervölgyi, hanem Szedervölgyi. És utolsó sorra a fennmaradó összeget a 2018-as költségvetés terhére tervezzék meg, módosítással egyetért, azt kérem, hogy szavazzon a határozati javaslatról. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen, aki nem, 4, nem. Köszönöm szépen. Módosításról szavaztam. Egy. Módosításról együtt. Egy. Most akkor szavazáson módosításokkal együtt szavaztam, vagy ja, módosításokról szavaztottam? Akkor kérem szépen, akkor most már akkor, aki egyetért a módosítással, innen megfogalmazott határozati javaslattal, azt kézfeltartásra jelezze, igen, az lesz. 8 igen, aki nem, 4 nem, köszönöm szépen. 24. pontunk, pályázat, Oktatási Bizottság pályázat. Tárgyalta és elfogadása a javaslója a képviselőtestületnek. A más. Kérem, hogy aki egyetért a javaslat írott szövegével kézfeltartással szíveskedjék jelezni. 12. Igen, köszönöm szépen. Külsős bizottsági tagok lemondása, új tagok választása.
Ennek lesz egy másik zártörési rész, amihez alapján ez csatlakozik, de a zártörésben, zártörésen kell tárgyalunk. Itt pedig ugye a pénzügyi és ügyvendő bizottság. Igen, a pénzügyi és ügyvendő bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot egyhangulat elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, tessék. A kutatás is tárgyalta és egyhangulat elfogadásra javasolja. Itt azok számára, akik ugye ezt nem ismerjük el miért, a lemondott tisztségviselő, illetve külsős tagok helyébe a Településfejlesztési Bizottságán Urbán Márta, Ferepes Juhász Lóczi lakos, az Oktatási és Kulturális Bizottság esetében pedig Tajti Krisztina, a Salgó Dalián Kemping út 36 számati lakos javasolja a tárti javaslat. Kérem szépen, hogy aki egyetért a tárti javaslat írott szövegével, kész feltartással szíveskedik jelezni. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igen, aki nem, 2 nem, aki tartózkodik, 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. Kft. Illegális ügyeleggyűjtése megkötött szerződésről. Kálmán-féle bizottság tárgyalta, de akkor az Vasil doktor volt, ugye? Igen, bizottság tárgyalta, és ő egy hangulag elfogadásra javasolja. Jó, köszönöm, ha másra nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért a 66 éves a divacjai, az két feltartással azt kérdezik el ezen. 12, igen, köszönöm szépen. 27-esnél vagyunk. Mosolyért Közhasznó Egyesület kérése felénk, az tárgyalt a szociális és sport, pénzügyi, tessék. A bizottság tárgyalt és egyhangulag elfogadásra javasolta. Pénzügyi és ügyvendő bizottság is egyhangulag elfogadásra javasolja. Nekem csak egy kérdésem lenne, hogy az inkubátor, nem tudjuk azt, hogy ez a koraszülő gyerekeknek szánt inkubátor, vagy pedig a kültéri, hogy lejjezni a babát? Nagy Irén közt beladja elsőt. Igen, doktor úr. Nem, ez normál újszülöttek, de tehát ez egy újszülött ellátó inkubátor, tehát ezt használhatják a koraszülöttekhez és újszülöttekhez, és gyakorlatilag minden csecsemőnél lehet használni. Ugye csak két szó, hogy tehát ennek a nyitottságnak az a lényege, hogy egy hőburokba veszik körbe a csecsemőt, és minden oldalról könnyen hozzá lehet férni. Tehát pont egy ellátás során ez egy fontos, hogy ne. Ugye a klasszikus az inkubátor egy plexi búra, és akkor két kis lukon nyúl kell be az ember, és ott mahinál. Hát sokkal nehezebb úgy ellátni a gyereket. Ez egy nyitott tér, úgy kell elképzelni, föl egy hősugárzó, ami egy megfelelően biztos hőburkot képez a gyerek fölött, és akkor körbe lehet járni, minden oldalról hozzá lehet nyúlni, akár egyszerre többen is. Tessék. Természetesen nagyon örülök neki, hogy szánunk erre összeget, azért viszont szomorú vagyok, hogy nekünk kell a Kistarcsai Flóra Ferenc Kórháznak segítséget nyújtanunk, és stadionok épülnek az országba akkor, amikor ilyenek vannak. Köszönöm szépen. Bocsánat, nem a kórháznak nyújtjuk, hanem egy olyan kicsit. Kistarcsai Flóra Ferenc Kórház gyermekosztály részére egy baba melegítős nyitott. De 1,5 millió forint. Jó, igen. De hova kerül ezt? A kormánynak kéne ezt megoldani. Sok kórház is épül, azt te felejtsük. Hát a több stadion. Kérem szépen, azt gondolom, hogyha szótetszik kérni és megkapja, viszont akkor azt kell napirendhez ragaszkodjunk, mert hogy ez nem a országos kampány része. Képviselő, kérem szépen, hogy akkor napjeli ponthoz ragaszkodlát, tessék. Én támogatni fogom ezt a kezdeményezést, de én is élek abban a véleményemmel, hogy ez elég nagy szomorúsággal tölt el engem, hogy nekünk kell támogatni egy ilyen dolgot, miközben ott létrehoztak egy olyan rendszert, ahol fizetni kell a parkolásért, és abból évente a 7 millió forint körül minimum megkapnak. Arra hivatkozván vezették be ezt akkor, hogy tudjanak műszereket menni. Akkor kérdezem, hova teszik azokat a pénzeket. Tehát kell mennyit. Köszönöm szépen, de a pillanat meg sem hozza. A másik dolog, hogy sok mindent fel lehetne hozni, pro és kontra minden mellett. Mi maradjunk itt, ez a kórházhoz tartozunk, és azt gondolom, hogy érdekeltek vagyunk abban, akár a rendőrség, de ez a kormány minőségtől és hovatartozástól független így volt.
és sajnos tartod, így is marad, hogy akár rendőrség, akár polgárőrség, akár egészség, akár oktatás, és a többi, teljesen mindegy, hogy milyen színű az ászló, mindig kértek. Tessék, Bács. Ha mennyire ragaszkodunk a napirendi ponthoz, akkor azért ezt szeretném jelezni, hogy a mintademokráciának tekintett országokban is ez egy elfogadott gyakorlat, hogy önkormányzat, alapítványok, stb. Támogatják az egészségügyi intézményeket. Mintademokráciában a bizonyos stadion kevesebbé tudnak. Nem kell elválaszolni, képviselő. Ön se kért választ. Az előbb, most én se kérek. Köszönöm szépen. Most kerepesen sajnos nem épül stadion, hogy ebből most nem tudunk állásfoglalni. Pedig én szívesen bemelennék, hogy épüljön. Köszönjük szépen, akkor kérem szépen, hogy aki egyetért a hatatjára, a tilott szövegével, az két feltartása jelent. 11 igen, mert nagyon jön, hogy nem tért vissza. Szebb jelentés. Pénzügy tárgyalta, ugye? Igen, pénzügy és ügyrendi bizottság tárgyalta, és egy hangulat elfogadása javaslója. Nincs is mindenről mondani. Kérem, hogy egyetért fel a javaslat, így a szövegével kész feltartással szíveskedjék jelezni. 11 igen, köszönöm szépen. Közben Tajti Krisztán itt van, akkor gratulálok, mert külső bizottsági tagja az Oktatási és Kulturális Bizottságban. Kapcsolatos óta költségvetések módosítása. Itt tetszettek ezt olvasni. Én, tessék, pénzügyi bizottság. Pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, és a kifontozott részeire az általános tartalékot jelentük meg, és így egy hangulag elfogadásra javasoljuk. Tessék, oktatási tárgyalta és szintén elfogadásra javasoljuk. Általános tartalékot. Oktatási nem határozott meg forrás helyett, rábízta a pénzügyi bizottság. Majdnem. Hát mai ülésen már döntöttetek ilyen. Igen. De visszacsoportosulásokról. Már van általán ezt. Értem, mert a civil alapot. Ez az is egyébként. Nem egy akkor összegről van szó. Itt csak annyi van ugye, hogy itt az óvodában egy angol nyelv oktatás című dolog indulna el, ugye? Ha ma itt van, ha ma itt van, akkor mondja egy pár szót, mert végigült-e, véghallgatta, végnevette. Mikor ki mit mondott? Igaz, tessék mondott. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az óvoda folyamatosan a partnerek elégedettségét vizsgálja, és megjelent a szülők részéről 2017-ben leginkább a nyelv az, ami vonzó. Közép-Magyarországon élünk, ebből kifolyólag a pedagógus hiány nagyon magas számban van jelen, és most adódott egy olyan lehetőség szeptemberben nyugdíjba megy egy kolléganő 40 éves munkaviszonyára, és jelentkezett egy olyan kolléganő, aki Gyesről most jön vissza, és neki van erre jogosítvány, a végzettsége, hogy ezt az a játékos angolt tudná kezdeni szeptemberben. Nyilván nehezíti a történetet, hogy a költségvetés az januártól december 31-ig szól, az óvodai nevelési év pedig szeptembertől. Tehát ebből kifolyólag kértem én a segítséget a tisztelt képviselőtestülettől. És ez nem kell semmi, nem kell angolnak valami magát vagy. Jó, megnyitok is. Tessék valamit. Tessék. Hát közben most tartják egy közben csetel vagy? Nem szólt polgármester úr. Nem szólt. Akkor hangosabban kérem, milyen jó lenne egy szavazatszámláló rendszer, ahol esetleg mikrofon is lenne, és ott lehetne hallani, hogy mit mondunk. No, ezzel az angol nyelvvel kapcsolatban a leírásban én nem látom, hogy ebben minden óvodába járó gyerek részesülne? Mind a három tagokában. Értem. Játékos angol. Ennek az a lényege gyakorlatilag, hogy kezdeményezés formájában, mint ahogy a többi óvodai tevékenység, játékosan ismerkednek az angol nyelvvel, aminek egyébként azon az ominózus közmeghallgatáson is elhangzott, hogy igazából nem a nyelvtanítás a legfőbb profilja, hanem igazából azoknak az agyi kapcsolatoknak a kialakítása, amikkel a későbbi tanulási képességek megkönnyíthetők és fejleszthetők. Akkor ehhez szeretnék reagálni erre. Tehát az egyik
egyik hangsúlyos érv német nyelvtanulással kapcsolatban pont az volt, hogy vannak az óvodában olyan óvodások, akik valamilyen visszamaradottsággal rendelkeznek, és valamilyen készségbeli problémával rendelkeznek, és az ő számukra ez hátrányt jelent a különböző nyelveknek a tanulása. Hát akkor itt most megkérdezném, a német kapcsán probléma volt ez, most az angol kapcsán, ez már nem jelent problémát. De probléma, az a probléma gyökere, hogy a német nemzetiségi nevelés során mindazokkal a gyerekekkel, akik oda járnak, a kollégák németül beszélnek. Ha beszédesen is, ha elektív mutista, ha bármi. Akkor is. Az angol nyelvi kezdeményezés az óvoda délelőtti nevelési rendjébe illeszkedik, és benne van az, hogy kezdeményezés, ez azt jelenti, hogy azok a gyerekek mennek oda, akiket érdekel. Én Salgótarjánban 30 éve dolgoztam ebben a rendszerben, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, Salgótarjánra lehet sok mindent mondani, de az óvodai nevelése nagyon magas színvonalú volt, és nagyon jól működött. Attól, hogy egy gyerek kicsi, nagyon jól tudja, hogy mire van szüksége, csak azok a gyerekek kapcsolnak be, akiket érdekel, és akinek van erre késztetése. Nyilvánvaló, hogy egy olyan gyerek, akinek még a beszéd is nehézkesen megy, nem fog oda menni. És pont a szabadon választott az, ami a játékos angolban működik, a nemzetiségi nevelésben viszont akkor is németül ad mondjuk utasítást az óvónéni, amikor fogat mosni mennek. Érti? Tehát itt a különbség a kettő között. Aztán szakmai dolog, de hogyha ön ehhez is érte meg. Ehhez szeretnék még reagálni. Tehát, igen, különösen vicces. Nagyon. Nyilván, van. Tehát a német nemzetiségi csoportokban én úgy tudom, hogy a szülők önként jelentkezhetnek, tehát kérni kell a gyermeket ahhoz, hogy ezekbe a csoportokba kerüljenek. Tehát nem kötelezően vannak kiosztva. Akkor én itt is látom azt a lehetőséget, hogy ha a szülő úgy ítéli meg, hogy a csemetéje nem fogja tudni teljesíteni azokat az elvárásokat ebben a csoportban, akkor valószínűleg nem fogja oda kérni a gyermekét. Tehát itt is megvan a választási lehetőség, ezért nem értem az ezzel kapcsolatos ellen véleményeket. A gyerek számára van meg a választási lehetőség, gyakorlatilag. A gyerek nagyon jól el tudja dönteni, mert attól pici, attól nagyon jól tudja, hogy mire képes és mit szeretne. Ez ugyanolyan, mint a matematikai tartalmú, vagy a környezet megismerésére, vagy a mesevers irodalom, vagy az ábrázolás kezdeményezés, ahol az országos óvodai nevelés alapprogramja szerint a gyerek döntheti el, hogy bekapcsolódik vagy sem. Nyilván a pedagógusnak a módszertani ügyességén múlik az, hogy hogyan motivál, mert minél vonzóbbá tesz egy tevékenységet, annál vonzóbb lesz a gyerekek számára, és annál többen kapcsolódnak be. Mert itt a különbség a kettő között. Köszönöm szépen. A második az, hogy az angol az választható, és nem kell. Egyrészt nem fog kiküldeni senki sem a szülőknek leveleket, hogyha úgy gondolják, hogy lehetnének angolok, sőt, ha aláhúzzák, hogy angolok, akkor aztán már biztos. Tehát ez nem ilyen módszerek alapján fog történni. Ez pontosan arról szól, amire egy nyelvet kitalálnak hozzá. Szeretném tenni, hogy a ma ismerve a felvételi rendszereket, az angol az olyan nyelv, hogyha van hozzá készsége és tovább folytatja a gyerek, akkor felvételinél majd annak tényleg előnyét, hasznát fogja venni. Kérdezem én, hogy egy más nyelven megy valaki felső iskolába, az nem felvételi nyelv. Tehát vannak itt sok mindenek, de én azt gondolom, most ilyen mélyen adjuk bele ebbe. Akkor, aki egyetért a hatalmi az író szövegével azzal, hogy az általános tartalmi terjesztő... Nem lehet hozzász. Hol? Laci. Tessék. Csak annyit szeretném mondani, ez most egy kicsit távolodok a napirendi ponttól, mert ez az egész Herce Urca, ami az óvoda körül történik, ez egy fájdalmas a kerepesi politikának kivetülése. Csak arról szeretném biztosítani az óvónőt is, meg akik jelen vannak, hogy a testület nagy része maximális bizalmát élvezi az óvodavezető asszony, és semmiféle
kifogás nem merül föl a munkájával kapcsolatban, és ezt szeretném, hogyha ez nyilvánosan elhangzana, hogy igen magas színvonalúnak tartjuk a munkáját, és meg vagyunk vele elégedve. Tehát mindenféle hangulatkeltés és egyebek ellenére azt gondolom, hogy a testület döntő többségének a bizalmát élvezi, és köszönöm szépen a munkáját. Csatlakozom a képviselő úrhoz, amit az is bizonyít, hogy arra lehetünk bizonyos közmeghallgatáson, hogy egyetlen szülő sem vett részt, és ugyanakkor az óvoda vezetése szigorúan szakmai alapon végzi a munkáját, és magas színvonalon, legalább olyan magas színvonalon, mint a magas színvonalak az óvodáink, egyetlen kivétel, most szintén színvonal emelkedést fog elszenvedni, nézően pozitívan. Tessék. Ezt polgármester nem tudhatja, hogy nem vett részt szülő a megrendezése került rendezvénye. Köszönöm szépen. Kérem szépen, hogy tessék. Én is ott voltam ez az ominózus ülésen. Senki nem kérdezte meg a szakmai tudását, se a vezetőasszonynak, se az óvónőknek, sőt, meg én egy óra, másfél óra után megkérdeztem, hogy tessenek elmondani, miben segíthetünk mi, mert az nem hangzott el. Vagyis elhangzott röviden, hagyjanak dolgozni. Ezt én pedig azt mondom, hogy eddig is úgy történt, hogy egy félreértésen alapuló két ember között kialakult valami, és ebből lett egy ilyen történet, ez nagyon sajnálatos, mind a két fél részéről sajnálatos egyébként, tehát mind a két fél részéről sajnálatos. Úgyhogy szerintem maradjunk abban, hogy ne bíráljuk egyik oldalt se, mert senki nem ment oda úgy, hogy most ő szeretne valakiben egyszerűen szóba belerúgni, mert nem. Örülök neki. Kérem szépen, hogy akkor ennek tükrében, aki egyetért a hadáti arra az írott szövegében, azzal a kiegészítés, hogy általános tartalék terhére történjen, kész feltartással szíveskedjék életbe. 11, igen, köszönöm szépen. Lüttai Gábor képviselő előterjesztése, Kerepeshelyi buszközlekedés. Nagy Irén még most sincs. Igen. Tessék. És ehhez Littai úr küldött egy módosítót. Jól érted? Jól igen. Tessék elmondani, mi a módosító? A módosító, olvassam föl, ki lett osztva, tehát mindenki látja. A Településfejlesztési Bizottságnak az ülésén ugye bemutattam ezt a tervezetet, és bemutattam emögött álló hatalmas munkát, amit a bizottság elvégzett több hónapon keresztül. A munkába bevontunk egy fiatalembert, aki a közlekedésmérnöki, Budapesti Műszaki Egyetem közlekedésmérnöki karának végzős hallgatója, aki nagy segítséggel volt a bizottság részére, ugyanis segített kidolgozni a menetrendi táblákat, illetve a busz munkacsoport által megfogalmazott irányelvek figyelembevételével ki tudta dolgozni a busz irányvonalát, a busz vezetését, hogy milyen irányokba mehet a busz, és jók-e az elképzeléseink, amiket mi felvetettünk. Ezért én az ő részére 100 000 forint összegű megbízási díjat szeretnék kérni, amelyet a költségvetésnek a busz működtetésére megszavazott összegéből kívánom, azt kívánom megnevezni a finanszírozásának. Nem kérdezek semmit. Ezek után akkor már felteszem a kérdést, hogy kérem azokat a képviselőtársakat, akik egyetértenek Liptai Gábor módosító javaslatához, tegyék fel a kezüket. 3, igen, aki nem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akkor haladjunk tovább, ugye? Liptai Gábornak a hatalmi javaslatai közül veszük az egyeset, aki egyetért a hatalmi javaslat, írott hatalmi javaslat egyes pontja, aki egyetért, azt egyet a kezét.
mondom, az adja, hogy tiszta. Testet elfogadja a busz munkacsoportot vezető Littai Gábor által begyújtott a helyi buszmenetrend fejlesztések lehetőségek között jelentést. Aki ezt elfogadja, azt tegye fel a kezét. Ez három, igen. Aki nem, az ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nem, 8 nem. Köszönöm szépen. Kérhetem a megfogalmazását az elutasításnak? Tessék. Kérhetem az elutasítás indokát, hogy miért történik a bevezetésnek a elutasítása? Minek? Mi a beszámolónak az elutasítása miért történik? Nem nevezett meg a képviselőtestület erre indokot. Én ezt kérem, mint a buszmunkacsoport vezetője, hogy nevezze meg az indokát, miért nem fogadja el ezt a buszmunkacsoporti beszámolót. Ilyet nem tudok megnevezni, nem vezünk meg semmit. Akkor ez egy szakmai döntés volt. Rendben, köszönöm. Menjünk tovább, kérem. Tessék. Elnézést kérek előre is mindenkitől. Idézek egy illusztrus fideszes képviselő asszonyt, csak ez a válasz. Én is idézhetek. Na és? Hát ez az. Ezért vagyunk olyan jóban. Hát pedig ilyen. Na kérem szépen. Már jó szóval. Ugye? Együtt a vélcsapat. Igen. Na kérem szépen. Haladunk tovább akkor. Kérem szépen, hogy aki egyetért a kettes számú hatalmi javaslatíró szövege, az kész feltartásra jelezze. Három igen, aki nem, nyolc nem, és kérem, hogy aki egyetért a hármas számú hatalmi javaslatíró szöveget, tegye fel a kezét. Kettő igen, aki nem, kettő, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc nem, aki tartózkodik, egy tartózkodás. Köszönöm szépen. Ugyanakkor volt a Településfejlesztési Bizottságnak egy módja. Nem lesz. 92 meg 1. Mert nagy részben 11-en vagyunk. Idén mazdoknó nincsen. Nincsen. 92 meg 1, az 12. 8. 8 volt? Igen, 9 igen. De 8. Akkor kérem szépen, hogy akkor aki a kettes, az adja az a tirot szöves, hármassal az. Tegye fel a kezét, aki egyetért vele, három, meg kettő lesz. Igen, az előtt tartózkodott. Most milyen évvel? Polgármester. Hogy? Számok, három, igen, aki nem. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, nem. Milyen lány? Adtam egy sanszot, gombkötő úr. Köszönöm szépen. Ha együttnek lesz még ilyen sansza? Sok lesz. Az éjső már, az éjső jobb összehajolni. Ó, ottan, mi? Két, igen, összehajolni, két. A Felfésed Bizottságnak viszont volt ezzel kapcsolatban, a Liptai féle ügyel kapcsolatban. Tessék, parancs. A bizottság megfogalmazott egy módosítást, amit elküldte. Igen. Tehát egy módosító javaslat. A képviselőtestület a rakománykertő szakértőjének elküldi véleményezésre a buszmunkacsoport által kidolgozott anyagot, és felkéri a szakértőt, hogy a beszerzési eljárás anyagában építse be a szakmai szempontból ténylegesen hasznosítható javaslatokat. Viszont az előző három szavazás tükrében van ennek értelme? Van. Természetesen van. Hiszen a rakománykárté képviselőjének van meg a szakmai ismerete ahhoz, hogy ezt ugye értékelni kell őképpen, nem? Jó, utána, ahol a módosítva tetszik. Hát a testet nem fogadta a munkacsoport anyagát. Ha idézed, akkor mit küldesz el? Igen. Hagyom meg. Hát szavazhatok, hogy nem fogadjátok el. Szavazhatok arra, hogy nem, most meg igen. Hát politikai döntés. Jó, értem. Nem. Lemaradtam én is. Jegyző úr elmondta a gondolatomat. Ennyi. Ennyi a szakmai a testület meg a bizottság. Tehát ennyire veszik komolyan képviselő munkáját. Nem fogadtuk el, így van. Nincs mit van. Hát ha megszavaztuk, akkor már nincs. És egy következetesen. Ez jó. Így van, képviselő. Pontosan az, hogy a szakmai, tehát a megfelelő szakmai tartalmat, annak felelő embernek választani ebből az anyagból. El lehet, egyébként az én hozzátartozói képviselő, hogy én kértem a vizsgálat végző rakomány Kft-t, és önt föl is hívta, és ebben kapcsolatban ezek között tovább is volt. Persze, hát
egyeztettünk az anyaggal kapcsolatban. Hát itt ezt a bizottsági ülésen is beszámoltunk róla. Ilyen jellege, mint a bizottság nem vonta vissza javaslatát, akkor szavazatok róla természetesen. Így van, így van. Ki az, aki a... Én még szeretnék. Tessék. Egy-két szóval ecsetelni ezt a szakmailag kiváló céget, aki ezt a pályázatot elő fogja készíteni. Ez a szakmailag kiváló cég, vissza lehet hallgatni az előző testület hanganyagából. Tetted olyan kijelentést a kérdésemre, amikor megkérdeztem, hogy milyen szerződésre alapozta a vizsgálatát. Azt mondta, hogy 16 május, ha jól emlékszem, 20-aira. És a napirendi ponton belül még egyszer visszakérdeztem rá, nem cáfolta, és kiderült, hogy nincsen május 20-ai szerződés. Na most ezt bízta meg a képviselőtestület. Köszönöm. Bravo! Mi is köszönjük. Csak. De én nem vagyok, hogy korty vizet, hogy milyen, ahogy nagyon fölcsigázom magát. Nem, köszönöm. Nem vagyok elcsigázva, pedig lehet. Igen, mert a laptopjára itt él, amin különböző megnyilvánások vannak, az is egy érdekes dolog. Ha mindenki úgy jönne be ide, hogy a laptopja telegazgatja valahogy hol, kihez tartozó, érzi magát, akkor jól lennék. Ezekhez nem tartozik. Az nem tartozik, de véleményem. Nekem az a véleményem, hogy egy város testületi, és nem az érdekel engem, ki az együtt PM, vagy a Jobbik, vagy nem tudom, micsoda. Dolgozunk, hogy ne tessék irritálni másokat ezzel. Ezt én egy butaságot tartok. Nem, ez én meg azt, amit ön mond. Azt rendben, szóval. A szíve joga. Hát én is kirakhatnám, csak nem férne rá a laptopra. Helyes. Hozok neked tárlást, adjadok meg, ugyan hívnem. Nem, Jószász Bogyga, az busztustól a pénztára ez a véleményem. De nem csak nekem egyébként. Hallgatja meg az oltást, nem lehetne visszatérni a képviselőkét? Azt jelenti, hogy mindenki önmagán a képviselőkét legyen jelen, és ne plakátokat tűzni a laptopjára, meg általában megjutott. Hát teljesen ez a közel nincsen szó. Ez a kérdés, legyen csak nyilvánítás a kormány. Egyébként... Szerzete működési szabályzatunk a pólón. Nem tűnt szabályzat. Nem tűnt, ha nem tűnt. Na kérem szépen akkor, tehát aki egyetért a Leprésfesztély Bizottság módosító javaslatával. Én ebben a kérdésben nem kívánok szavazni. Akkor a, semmi baj nincsen. Hát itt tetszett, vagy ide nekünk minden volt. Itt 81 járat volt, és nem tudom, 39 vasárnapi járat, és mindenről tetszett mondani magáit, most már nincs. Jó. Tehát akkor kérem szépen, aki egyetért a hadati javaslattal, azt tegye fel a kezét, annak tükrében, hogy már szavaztunk, ugyebár nemmel. Tehát aki egyetért, az egy. Aki nem, nem tud más csinálni. És nem is akkor tart, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de aki tartózkodik, és 2 tartózkodás. Ez a módosítóval kapcsolatos. Egyébként pedig az előterjesztés majd jön, természetesen ugye a pázolót meg kell csinálni, és buszközlekedésre kell, és lesz is. És jó, természetes, természetes. Köszönöm szépen. Sürgősségiek jönnek. Keresztény Józsefi Zsámbori emléknapja Telepesvárosában. Magam tértem elő Fila László dolgozott, illetve az illetékes egyháza itteni helyi vezetőivel egyetlen kérdésben. Ebben kérem a testület támogatását. Tessék, parancsolj! Elnézést kérek, képviselőtársam, megelőztem. Ez egy összedobott tákolmány, megmondom, hogy miért. Hogyha odalapozunk a második oldalra ennek a javaslatnak, akkor itt fel vannak sorolva emberek, de nem azban a pozícióban vannak, amiben meg vannak nevezve. Ezért ez olyan, mintha a csigabigához elküldeném ezt a javaslatot, néznek, hogy micsoda, ki vagyok, én kiléptetett elő vagy vissza. Mert hogy ezek a pozíciók nem úgy vannak a parlamentben, ahogy itt szerepel. Tehát például okáért csak azt mondom, kiragadva, hogy KDNP parlamenti képviselő csoportjának elnökét Harag Péter. Harag Péter se nem elnök, hanem a Harag Péter az egy frakcióvezető helyettes. Egy. De sorolhatnám az összes titulust, mert egyiknek sem az a pozíciója, mint amit meg van jelezve. Hogyha valaki odafordul az országgyűlési képviselő felé bármivel is, akkor minimum az a tisztelet kijár nekik, hogy tudják, hogy kicsodák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez volt az érdemi hozzászólás, akkor pontosan.
Ezek után kérdezem azt, hogy aki egyetért a hatalmi adat, írott szörnyű. Én egy tesszük, a születet szeretnék javasolni. Szerintem is. Én ezt ugye a parlamenti... Tehát akkor ezt elindul, jó? Igen, parlamenti honlapjáról. Vettem... Parlament honlapjáról? Természetesen. Pillanat, most ő, most a szó nálam, uram. Természetesen. Valóban nem engedhetjük meg, hogy hibázunk, és ezért kértem egy 5 perc szünetet. 5 perc szünet is talán. Nem menjünk tovább, hogy tudom. Vagy menjünk tovább? Igen, és hagyjuk a végére, jó? Barátom, rendben van. A titulusok fontosak egyértelműen. Medvási tervek jövőbeni hasznosítását szolgáltó pályázat eredményének. Tetszettek olvod, tessék. Pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta. Na most felmerült bennünk egy olyan kérdés, hogy ugye a mezőtéti az rendben van odáig, hogy nincsen benne a köztartozásmentes adóbázisban, de nem minden cégnek kötelező benne lenni. Hogy ez volt a szakmai kérdésünk, hogy nem lehetne itt egy nullás igazolást kérni tőlük. Nem volt elvárás, hogy nullás igazolást. Tehát, hogyha nem volt benne a pályázati kiírásban, akkor viszont nem kérhetünk, igaz? Mert akkor viszont a másik cégetek, akkor pedig egyöntetőleg támogatná a pénzügyi bizottság. Megmondom, hogy miért, attól függetlenül, hogy nem egy nagy összeg. Mert hogy tudomásunkra jutott az, hogy ez az úriember, ez már műveli azt a feladat. Tehát, hogyha most nem kérünk semmit, akkor nem műveli, mert így is úgy is műveli. Tessék. Ha művelésről van információ, akkor nem művelhet ingyen a köztestetnek. Meg kell tenni a lépést annak érdekében, hogy ez az ingyen használat megszűnjön, tehát természetesen ezért díjat kell fizetni. Hozd meg a Tiborra, hát 5 évet lehet követelni természetesen, tehát ha erre volt információtok dokumentált, vagy bármin alapul, akkor a polgármester el tudja járni. Hogy milyen földet, melyik földet kinő, hol? Uh-huh. Hát a Várkonyi Bence. És mi volt? Hát az igen. Ugyanis nekem az a javaslatom a testület felé, hogy eredménytelen legyen, és írjuk ki még egyszer, mert az idő ugyan múlik, de szeretnénk többet kapni. Te. Hát egyik, hogy az egyik cég tulajdonos a másik cégben a két pályázó közül, ugye? A másik, hogy én megpróbáltam utána nézni, hogy körülbelül mik azok a szokásos földbérleti díjak, van a statisztikai hivatalnak a honlapján erről egy kimutatás. 45 ezer forint per év körül van átlagban a hektáronkénti bérleti díj. Természetesen ez változik Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl. Közép-Magyarországon 2015-ös adathoz körülbelül 40 ezer forint. Tehát most évente olyan 6-7%-ot nő, bár infláció nincs, ugye? Mert azt gondolom, hogy mindenképpen ilyen 45-48 ezer forint körül kérne bérleti díjat kérni. Közel ez a reális érték. Magam ugyanazt néztem végig, a aranykoronától függ, Jászlatkunkba mondjuk drágább, több az aranykorona, itt kevesebb. Az 50 ezer forint az nagyon megfelelő lenne. De ott nincsen meg ugye a... Ugyan Isten, ez a... Nullás. Akár végén. Tehát... Én azt javaslom, hogy legyen eredménytelen, hirdessük meg, pályáztassuk meg még egyszer, 3 héten nem múlik a világ során. Ott akkor, hogyha lehet kérni, akkor írjuk bele azt, hogy nullás igazolást kérjünk, mert nem kötelező egy cégnek a köztartozásmentes adatbázisban szerepelni. Igen. De már volt ilyen nullás, ugye, már voltak itt, úgyhogy... Tehát én azt javaslom, hogy aki egyetért azra határt, hogy javaslható, hogy eredménytelen, és újra hirdessük meg azzal, hogy a nullás elegen, nullás igazolás. Mellékel jövett egybe a pályázatba, az kézfeltartással szíveskedik jelen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, igen. Aki nem tartózkodik, egy tartózkodás. Liptai Gábor, meg nincs a teremben. Nagy Irén továbbra sincs. Mindent leellenőriztem természetesen, ahogy úgy van, ahol le van írva, Kósa Lajos 2015-től, KDNP-ben, Harag Péter 2012-től, a SZLMP és Szél Bernadett 2017. januárjától, Volner János 2016-tól, 6-tól, és még van egy utolsó, és Tóth Bertalan, az pedig szintén azt hiszem 2016-tól, de ezt az információt az MSZP honlapjáról vettem, tehát hogyha ott aktuális, akkor itt is aktuális. Mi a pontos titulus? Akkor most a frakcióvezető. Akkor most minden helyes, amit itt nekem a jegyző úr feltüntetett titulus? Elnök szerepe.
frakcióvezetője. Képviselőcsoporti állnak az elnöke azt jelenti, hogy frakcióvezetője. A képviselőcsoport az magyarul van, a frakció az a mindennapi használatban használatos, ezért képviselőcsoport alatt a frakciót kell, hogy értsenek az emberek. Bocsássuk, most tudom. Okay. Jó, hát én csak jobbat akartam. Nem jobbat akart, ön meg akart alázni az aljegyzőt, ez nem sikerült, bocsásson. Hát itt most kiderül, hogy ön olyanokat mond, ami nem szeretne. Most kiderül, hogy a leghivatalosabb honlaplakos, miért te? Akkor miért nem nézi meg ön? Mielőtt mondjuk. Ez szerint akkor teljesen jó ez a felsorolás. Hát lehet, hogy ott volt egy kis... egy kis hiba, vagy gyakorlatilag értelem tévesztés, hogy képviselőcsoport alatt egyesek nem Fidesz, vagyis nem frakciót értenek. De lehet, hogy... Hát az az. De hát mi más lehet? Csak magyarul. Igen, képviselőcsoport magyarul, a frakció az egy nem magyaros elnevezése a képviselőcsoportnak. Akkor így a képviselőcsoport pedig az országgyűlésben a pártok tükörképei. Ez a hivatalos megfogalmazás. De most ezt különbeszélünk meg. Az hogy jön össze, hogy a Harab Péter és a Kósa Lajos, mikor Fidesz-KDNP frakcióról beszélnek, nem külön Fidesz és külön KDNP frakcióról, akkor ez hogy van? És a Szél Bernadett meg egyébként társelnök, mert van neki egy társa az elnöki pozícióban. De mindegy, én ezt... Az a párt. Oké. Az a párt. Nem az előtt. Ezt nem beszéljük meg a párt szeminárban, önök járnak oda, hát én nem tudom, aki ilyen tag, menjen, kérdezem a titkár elvtársa, hogy mi volt a parlamenti funkció. Szervező titkár valaki, vagy akit propos mondja meg, hogy nem tudom. Ilyet én nem gyakorlok. Akkor szeretnék visszatérni a Kresszi Jövődés Áldatok emléknapjához, és ezek utoljak ott a titulusokat sikerült tisztálnunk. Én azt kérem, hogy aki ezt felelősséggel úgy érzi, de csak az, aki ezt úgy érzi, az tegyetlen a kezdet és támogassa ezt a előterjesztéset. Ezt nem volt alkalmam eltanulmányozni, hogy ebben nem szavaznék. Nem szavaz egyáltalán? Ebben nem szavaznék most. Jó, megértettem. Tehát azt még egyszer, hogy aki lelkis beteg úgy gondolja és úgy érzi, nem kötelező, ezt kérem szépen. Azt tegye fel a kezét, aki egyetért vele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7, igen, aki nem, 1 nem, aki tartózkodik, 1 tartózkodás. És 1 nem szavazás. 1 nem szavazás volt, hogy ezt kettőnk kell. Köszönöm szépen, és ennek szemben nincs. Kettő nincs benne. Kettő nincs benne. Kettő nincs benne. 7 igen volt, 1 tartózkodás, 1 nem, és 1 pedig nem szavazott. A bent lévő. Második pontot is. Igen. És kérem szépen, én nagyon fogok a hatatívasat, kettes pontja, és egyetért figyelni, hogy elküldjük, az is kész feltételeket, és jelezni. 2, 4, 5, 6, 7, igen, 1 nem szavazott, aki nem ért egyet. Egy tartózkodás. Bocsánat, 1 tartózkodás, aki nem, 1 pedig nem. Kerepülő gyermekeit alapítvány támogatása ezt a mai napon. Kerestek meg engem, és én kértem azt, hogy forduljanak hozzánk, ismerve az iskolákat, az intézkedéseket, amelyekkel nem feltétlen értünk egyet, sőt, de ez van, és ebben a helyzetben ott tartunk, hogy ilyen problémák állnak elő. Igazgató úr, pár szót esetleg erről, hogy le van írva minden, röviden. Le van írva röviden minden, de akkor két szó, tulajdonképpen egy 2004-ben kezdett kezdeményezés, majd 2010-ben kibővült kezdeményezés, ami azóta az iskolának hagyománya, és amíg Gyerepesváros önkormányzat fenntartotta, illetve működtette az intézmény, addig ebben még anyagi részt is vállalta. Kezdtünk megoldani, ugye, hogy és jelen pillanatban viszont úgy néz ki, hogy ilyen forrásért nincs hol fordulni az iskolának egyszerűen. Tehát legyünk őszintén, hogy jelenleg a képviselőtársak, hogy miről van szó. Tehát, hogy mondom, valakinek gyerek, vagy unoká ide jár, és akkor viszont fölteszem szavazásra a kérdés, hogy aki ezzel a hazat javaslat nyilatkozik egyetért, az kész feltartással szíveskedik járni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igen, ketten nincsenek benne. És akkor, mivel én érdeklődtem,
és több mint 100 000 forintba kerülnek ezek a játék, az a ugráló bár, meg csúszda, meg nem tudom mi, akkor ahol beszélgettünk, és ebben a köszönet érte Olá János jegyző úr, Fila János, Fila László aljegyző, Majd László igazgató képviselő, és jó magam magánemberként újabb 10 000 forint, amit mindjárt is adunk igazgatónak. Támogatjuk ezt a gyereknapi rendezvényt, hogy az ugráló várba ugráljanak a gyerekek. Az ugráló gyerek sokkal humorosabb és jobb pofán, mint az ugráló felnőtt. Tessék. Én is csatlakoznék akkor ehhez. Köszönöm szépen, akkor mondom tovább, mint magánember, akkor Bakai Kálmán képviselő úr. És én is. Dr. Vasszi László képviselő úr szintén csatlakozik ezzel, és köszönjük szépen. Akkor meg is van 160 pont, ennyibe kerül, ennyibe kerül ugyanis, amit már kinéztek, ez a maszek, aki jár ezeket a játékokkal, nem tudom pontosan. Akkor Nagy Lászlónak átadjuk. Köszönöm szépen a hozzáállást. Köszönjük szépen. És akkor zárt ülést kell elvenni.